Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Klassz FM. 6 óra múlt 12 perce, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Feri, hello Jani. Hello. Jó reggelt. Drága, drága hallgatóink, itt vagyunk. Holnap pedig Szegeden leszünk a Dugonics téren, ilyenkor már. Az biztos. Ennyire tudtam ezt. Igen, bizonyám, és vagy, illetve, hogy Vili bácsi mondta annak idején a barátok, ezben bizomány. De azon gegmenek tímjei dolgoznak. Ott hogy... az volt a lényeg, hogy Vili bácsinak lazulnia kellett. Lazulnia kellett, és átvette egy-két olyan szlenget, amit a fiatalok használnak, és ilyen volt például a... Na, az a baj, ezt nem használja senki, csak aki kínos. Tehát, hogy ezt nem is használják a fiatalok, csak a kínos, motoros, és jó, majdnem felnőttek. De azt a sorozatot is fogta mindenki a fejét. Ja, úgy, ja, jó, tehát értették, ja, jó. Bizomány. Atya is. Belazult. Vili bácsi. Ez most volt valamikor? Nem, egy olyan fél éve körülbelül. Ez megy még, amikor ez a sorozat? Az van, hogy mi már egy jó ideje nézzük, mert ugye egy másik sorozat, amit viszont nézünk, az elég így eltolódott, meg a tévében is voltak ilyen átrendeződések, úgyhogy sajnos miért... Jóban, rosszban hát, lettél? Sajnos, vagy nem sajnos. Mi, jobb is lettél? Nem. Ez és mi lettél? Guldenburgok öröksége? Igen. Megvan Guldenburgok öröksége? Mekkora volt? Milyen sorozatos lettél? Két pasi meg egy kicsi. Ó, de még az Ashton Kutcher, vagy még a Charlie Sheen? Mind a kettőt. Az Ashton Kutcher sem rossz egyébként, mert többé-kevésbé ugyanazok lehetnek a szövegírók. De, ugyanaz de a azért, csak a csávó, de megkirakták. Csak azért Charlie Sheen egy fokkal azért izgalmasabb számomra. Egyrészt azért, mert az én korosztályomhoz, vagy a mi korosztályomhoz közelebb áll, másrészt meg azért elég. Kellék pornószínész barátnő. Hát, igen, és egyéb szimpatikus másról jól ne is beszéljünk. Úgyhogy ma nagyon szép idő van itt, szerintem még szebb idő lesz majd holnap a Dugonics téren, Szegeden. Mert ott leszünk? Így van. És milyen koncertek lesznek évek János óta már először. Na, hol? Figyeljetek, ha már így rákérdeztetek, akkor elmondom, hogy ugye onnan fog a műrádió műsor majd sugározni. 10 órától Vastag Csaba és Vastag Tamás koncertje következik, utána jön a Csabi, utána jön a Piros, és azt mondja, hogy az Erzsébet ligetben pedig 15 óra 30-tól hatalmas tombolda kedves szegediek, az a Tiborral, aztán a featuring Rúzsa Magdi featuring Hooligans, és utána pedig 20 óra 30-tól Ergő. Így van. Annyira éreztem, hogy jöttem befelé, hogy ezzel fog kezdeni megint. Az jó kis Ergő. Az Algida támogatás. Igen, Szegeden vagyunk, így Ergő. Haj, gyerekek, mi újság van? Semmi? Gidák nélkül állítólag. Azt nem tudom, melyik ötök mondta. Én mondtam, hogy most volt egy ilyen szakítás, nem tudom, hogy nem engedi meg a szíve már, hogy két gida táncoljon mellette, de volt egy szakítás. Aztán, hogy most a szegedieknek visszaemeli a gidákat, Robi, vagy nem, azt nem tudom. És akkor most gida nélkül? Gida, hát ez zenekar legyen inkább, már jó a gida. Én családban megyek le Lőrincről, Szegedre, de azért megnéztem volna ettől függetlenül az új felhozatalt. Robinak ez is mindig jó szeme volt. Te képes lennél 20-30-kor kimenni oda a Ergo koncertre? Nem, csak kedvet akartam csinálni azoknak, akiket esetleg érdekelett. Azért, mert ez a teszádból azért kevésbé hiteles, hogy fél 9-kor Ergo fogsz csörögni a vígben. Figyelj, a lányom mindenféle ilyen retro vonalra rá van kattanva. Most például Bon Jovi a legújabb. Na, az jó. Nekem jó ízlés. Mondtad, hogy már nem úgy néz ki, mint a régi képeken? Mert egy lánynál az is fontos, hogy hogy néz ki a vörös. Johnnak nagyon jó genetikája van. Nem úgy, mint Ricsinek, akinek a genetikája már nem annyira bírja a kiképzést. Most a Ricsinek azért nem csak a genetikája, hanem az elfogyasztott ital is. Igen, az elmúlt 20 év végig szítyózás azért meglátszik rajta, de egyébként szerintem John az még bejönne a lányok korosztályának is. És vajon Elmiki ott lesz? Hát nem tudom, hogy Elmiki ráérje. Egyáltalán Elmiki most mit csinál? De mit csinál Elmiki? Figyelj! Hát azért van egy tegnap ezt énekeltem este. Igen? Nem csoda. Ezt énekeltem este, dallam beragadt, és ezt énekeltem, gyerekek. És egyre jobban tetszik. Elmiki nagyon ért a fülbemászó refrének írásához, például ahhoz, hogy Elmiki bulizik, pam, pam. Én ma szeretném egy kicsit a Béla jön a Q7-essel, Béla jön az A7-essel, vagy mint a A8-assal, kicsit ma megint szeretnék belehallgatni, ezt nem, egyszer nem bírom elengedni, hát meg vézolik a Balatonjába is. Hát figyeljetek, Vézolikával kapcsolatban van egy óriási hír, úgy tűnik, úgy néz ki, az látszik a nagyon közeli jövőben, hogy a Morning Show és a Vézolika útjai találkoznak egymással. 87.506. 87.506. Gyerekek, az azért, hogy holnapra előre kell keríteni Vézolikát. Igen.
Simán lehet. Simán lehet, hogy meg lesz a 100. És tettünk egy ígéretet, hogy föl is léptetjük az egyik nyári állomásunkon. Hát holnap akkor le is beszéljük vele. Hát a Balaton című opuszt azt élőben meghallgatni. Azt gondolom, hogy ez egy... Ahogy pszichológus körökbe szokták mondani, ez egy kafkai élmény. Ne figyelj. Csak így a beszélgetés alá. Csak így. Alá kevered? Alánk tolod? Hát nem jobb így a reggel? Hát dehogy nem. Én 87.500. Mennyiről indultunk? 47. 47. Bizony. Állj, ez a latin vélem. Gyere, Zoli, gyere! Újra a Balatonon. Nem mondjátok. 10 órakor lépjen föl? Vagy nekem jó, a 9-es hírek alatt is tudod, szoktunk olyat csinálni, hogy amíg megy a hír, addig ott a helyszínen lévőknek koncert. De egyet kiadunk élőben. Jó. 10 közelébe, hogy ne vágjuk magunk alatt a fát. Kiállás. Kiállás. Sítő a víz. Árnyékó megfűz. Számba a lángocsíz. Vízi biciklis. Ez a kedvedem, vízi. Delfines csultás. Látod, és ezt a fűz íz, igen, mint én akarom, akarom. Látod, hogy milyen zseniadal, mert még most sem untad meg ezt a rímpárt, a nem, hát én többször végighallgattam, mert azt gondoltam, hogy árnyékom egy fűz, ott valójában ő azt énekli, hogy árnyékom egy szűz, és picit bíztam belőle, hogy ennyire vagány, de aztán nem. Azt, amit már százszor, parton ülve énekeljünk, és jönnek, mennek a lányok, igen. De csak téged imádlak. Én szünet, figyelj, Balaton! Balaton! A Balaton előtt mindig azt érzem, hogy elfelejtett a szöveget. Tényleg. Mindig van egy ilyen érzés, hogy hallgatom a dal, de aztán kiderül, hogy nem. Az csak fejlő a figyelmet, hogy a tálcámon keszek tűnő ezresek, és ilyen stopprükkös, így eltűnnek az ezresek. Érdemes. Érdemes őt megnézni. Szerintem mindenféle tekintetben. Klippel együtt jó. Tehát klippel együtt jó. Ne, az elej önmagában is jó. Nem mondd ezt. Nyaralok. És most kis fiér, kis fiér, és ott olyan. Kalacsony mintás poló. Élezénybe. Jaj, gyerekek. Na jó, hát van. Hihetetlen. Aztán tényleg nem tudja az ember, hogy ő tényleg ennyire retro, tényleg egyébként a klip készítési érzés megtalálta a szakma nagy öregjeit, vagy masszív irónia az egész. Hát az interneten azért van még egy-két dala fönt. Szerintem nem irónia. Jó. Jó a többi is? Hát, na ott kezd el billegni az emberben ez a gondolat, hogy ez irónia. Igen? Aha. Szerintem ez az a durva, hogy szerintem ezt tök komolyan csinálja. De nem baj, följövjük, hát eléri a 100 000-et, akkor már holnapra bekészülünk egy telefonszámmal, aztán megígértük, hogy adásba tesszük. Hát. Tehát, hogy... És akkor még ott vannak a grófolyék, meg mi. Hát bizony. Sok mindenki. Még Zolikával kapcsolatban van még egy ilyen égető kérdés, hogy vajon egy ilyen autóban, mint a bezővé, amiben már nyilván vannak mindenféle védelmi berendezések, minek vesz fel bukós is akkor? Igen. És hogy mennyire volt még festékillat a kocsiban, ha parókája miatt. Szerintem azt előtte lefújták egy fekete ilyen izével. Plusz egy réteg lak. Egy lak réteggel, egy ilyen izén, nem ilyen az fényes vagy nem fényes, amivel így fújnak képkeretet. Neolux, tudod, ja, amivel lefújják a képkereket. Persze. Fényes hát vagy nem fényes. Az nem műhaj, az kevlár. Tehát, hogy azt még Rákai Filip is megirigyelné szerintem. Mert pedig. Így van. Harmadik világháború, és még mindig tart. Igen. Igen, pedig Filip haját se lehetne összeborzolni, még egy automosóba se. Nem, talán csak drótkefével lehetne megkarcolni. Konkrétan azt feje, is, hogy a drótkefe banna. Feje végigmegy a szivacson benne a mosóba, úgyhogy semmi baj nem lesz hát, a hajának. Ott a felső 2 centi alatt azért ott van még masszívan a 80-as évek. Tényleg lehet, hogy nem meri levenni, mert alatta van valami. Nem? Jaj, gyerekek, tegnap megint nem néztem futballt, de ez mindegyik napom hasonlít az előzőhöz, kivéve ugye a tegnap előttit, amikor elmondtam. Kitartó vagy ebben a nem futball VB-nél? Majd most elindul a fogadási szezonunk, és akkor állunk. Aha. Most már jönnek az egyenes kiesések, és akkor ott mindegyik meccsre szépen fogadunk. Fölírogatjuk, aztán meg... Az mondjuk nem lenne baj. Nem, az nem lenne baj, hogy hétvégén most már egyenes kiesés van, úgyhogy arra elindulhat a fogadási szezon. Azt meg tudjuk csinálni, fogadási szezon. Holnapra megnézzük, hogy... Megnézzük holnapra, hogy milyen meccsek vannak, hogy holnap már tudjunk fogadni?
holnap, hogy holnap akarsz fogadni, vagy a mai meccsre akarsz már fogadni, úgyhogy holnap ki? Maira is fogadhatok. Én bármelyikre tudok fogadni. Figyelj, azt hiszem, hogy ma még csoportmeccsek vannak, azoknak már nincs olyan nagy tétje, hagyjuk. De hát most a tét az attól lesz, hogy a kicsi a tét, ezt te szoktad mondani, ugye? Tehát, hogy mi teszünk rá, érted? És akkor már is izgalmas lesz a mai is. De most őszintén tényleg fel szükséged van ezekre az információkra, hogy most ki játszik. Hát teszel a másikra, az egyikre tesz ő. Na jó, de hát azt tudni kéne, hogy ő mindent tesz. Tehát azt azért meg kéne beszélni előre. Na mi lesz ma? Mondom. Fogadjatok színekre inkább. Figyelj, ne. Nem tudom elolvasni ezt. Melyik? Portugália, Gána. Kell az nekünk? Jó, hát az nem kell. Hát most... Van ott tétje a továbbításnak? Figyelj, megint a három okos elkezd belebonyolódni a futballvilágban. És figyelj, mennyire hamar terül ki, hogy mennyire fogalmunk nincs a fociról. Tessék. Na most, mi a tét? Figyelj, ki jut tovább, ki a csoport első? Akár a továbbjutás, akár a szép búcsú, szerintem azért Portugália oda fogja tenni magát. Aha. Érdekelhet-e minket egy Dél-Korea-Belgium, vagy egy Algéria-Oroszország? Az igen. Az hát, igen. Azért egy Galaxi első, belga csoki. Én döntetlenre hoznám. Ezek még nem érdekelnek. Nem? Jó. Na jó. Na most érzem, hogy most nagyon bepipult. Nagyon rápörögtél. Egy Algéria-Oroszország. Igen, én az algérekre teszek. Mit játszottak az oroszok? Hogy állnak? Kik ők? Ki van kik? Náluk? Oroszok. Tehát mit kell róluk tudni? Az algér-orosz előzmények, van valami előzményünk? Megteszed az algérokat? Én simán. Ha te az oroszokkal vagy ebben a meccsben. Nekem látnánk egy csapatsorrendet, vagy valamit. Na most, ha az algír focisták neve neked bármit mond. Már nem is, hogy én nem így értem a csapatsorrendet, hanem a csoportba, tehát hogy látnánk, hogy már Algéria játszott egy meccset, de majd úgyis mindjárt megírják nekünk, van egy kis segítségünk. Nem érdekel jobban a Dél-Korea-Belgium? Úristen, milyen meccsek ezek. Egyet sem érnék végignézni, 3 percet egyikből se. Tehát ha valamivel ki lehetne üldözni a világból, az egy Dél-Korea-Belgium. A teljesen tét nélküli, tudod? Tehát se Belgium, se Dél-Korea soha nem fog odaérni sehova. Na? Nem tudom. Jó. Én akkor vagyok ott is a Dél-Koreával. Akkor én vagyok ezekkel a... Te fogadjál az oroszokra, meg a belgiumiakra. Jó. Nagyon jó. Okay. Én úgy érzem egyébként, hogy a műsorunk az állandóságot képviseli. A reggeli műsorunk paletta. És tegnap óta se sikerült kitalálnunk, hogy... Nem, hétvégén már jönnek az enyenes késések, az már jó lesz. Az jó lesz. Az jó lesz. Ott már komoly tétje van. Brazília, Chile, Kolumbia, Uruguay, Franciaország, Nigéria. Ezek már hétvég egyenes kieséses, tehát hogy ott már azért. Azok jó, azok már, azt már nézem. Igen. Azt már, tehát mint egy Mexikó, Holland. Hollandia, Mexikó. Azt mondom, az mondjuk ez egy elég jó meccs. Kedvencet, Costa Rica. Hol, kivel játszanak? Görögökkel. Azt megismerik őket. Argentina, Svájc. Soha. Argentina, Svájc, ez még nem lesz egy erős meccs. Aha. Jó, az a Costa Rica Görögországban tartom a görögöket. Na jó. Hát az vicces. Akkor térjünk erre vissza holnap. Jó. Jó, és akkor a hétvégi nagy üzembe akkor állunk. Erre a kettőre fogadtunk. De akkor az Algéria Oroszországnál tartom az oroszokat. Jó, Algír. Uh-huh. Jó. Oké. Okay. Jó, 5 játékpénz? Mi? Ja, várjál, sok meccs van. Sok meccs van. Sok, öt, jó. Hajrá, Oroszország. Úristen, nem hittem volna, hogy valaki fogom mondani ezt a mondatot élő rádióadás, hogy hajrá, Oroszország. Hogy ez belőlem valamikor is kijön ez a mondat, hogy hajrá, Oroszország. Valakinek nem drukkolnék, nekik nem. Fél jobb késő, mint a 89-ben mondtad volna, hogy ezt még meg is verne. A Putyinnál kevés politikus utálok jobban. Jó. Oké. Hajrá, csak azért, hogy holnapra legyen valami izgalom, itt többen írják, hogy holnap viszont egy darab meccs nem lesz, de a hétvégén lesz, tehát holnapra a kidolgozó stratégiával holnap már megkapjuk egy táblázatban azt, hogy kik játszanak hétvégén, és jó, mindegyikre mondunk eredményt, és megtesszük tétjeinket. De lehet persze meccs, mert Balázs merev lemezén otthon gyűlnek a meccsek egymás után, majd ez valami. Tehát most visszanézheted. Az összeset veszem föl. Nem mondtad, hogy kihagynál egy Egyesült Államok Németország, még talán az majd az lesz tényleg. Az egy kemény. Ez van egy kemény tétje? Sztori. A presztízs. Én szeretem a tét nélküli meccseket, mert már csak lődörögnek, nincs tétje. Illetve nyilván az a tétje, hogy a csoport elsőként jutsz tovább, vagy csoport másodiként, akkor a másik csoportról, akivel összekerülsz, ott lehet variálni, hogy kivel akarsz játszani. Ugye? Mi van akkor, ha mind a ketten csoport másodiként akarnak tovább jutni, és 22 ember azon játszik 90 percig, hogy elveszítse a meccset? Az mi van? Egy öngólt lő magának, lő egyet az Egyesült Államok, még egyet lő. Tehát hogy tud úgy 22 játékos játszani, hogy mindenki a vesztésre játszik? Hát az nehéz ügy. Tudod miért? Mert ha tudod, hogy már a másik csoportban ki az első, akkor te már tudod, hogy ha te csoport másodikként jutsz tovább, vagy
De ez nem jó. Aha, nem láttál még magyar bajnoki döntőt? Balázs, mi az, hogy Belgium soha nem jut sehova? Hát leteszem a hajam kapjészhez. Hát. Segítsetek! Leteszed a hajat? Segítsetek, hogy hova jutnak a belgák. Tényleg, mi nagyon szívesen okosodunk futballban. Hova kéne jutniuk? Hova jutottak már? Mi egy meglepetés csapatnak számítanak most a VB-n, azt mondják. Igen? Már mind kellene meglepődnünk. Hát, hogy ők korábban nem nagyon mutattak föl úgy nagyon sok mindent, ugye nemzetközi szinten, és akkor így most viszont igen, ott vannak. És tovább is jutottak? Elviekben igen. De most valaki meg azt mondja, hogy 6 pontja van. Megint nagy a hülyék vagyunk. Tudod? Figyelj, és tovább is jutottak elviekben. Elviekben talán. Figyelj, nem kizárt. Figyelj, Dalgeriát megverték 2-1-re. Ja. Azért az érted. Na mi az, hogy Feri, a görögök egy kalapkakit nem érnek, már most fizethetsz a Balinak, simán megverik őket. Ja, Kosztarikában biztos vagyok. Hogy a francban, most olvastam a mértékadó egyik bulvárlapban, hogy milyen szép meccset játszottak. Ki volt az, akivel játszottak? Mondtam az olaszokkal. A görögök? A görögök. Az olaszokkal játszottak. És meg elefántcsontpart. Elefántcsontpartot hogy verték? Tudod, Kosztarikát nem állítják meg. Kosztarikát nem állítják meg. Jó. Viszont azt mondják, hogy az oroszoknak esélyük nincs, Bali. Kivel játszanak az oroszok? Algériával. Most fogadtunk rá, csak ja. Mondom. Tehát csak azt mondom, hogy azt már fixáltuk. Gyerekek, nem fejlődtünk tegnap óta. Azt kell, hogy mondjam. Sokat nem is tettünk. Hát tegnap pont ugyan ebben az időben megfejtettük a világbajnokságot, nem fejlődtünk. Jó, de nem is estünk vissza. Nem, de szerintem hozzuk úgy, azt a nagyon-nagyon erős színvonalat, amit hoztunk tegnap, ugyanebben a megszólalásban. Aki szereti a focit, a fejét fogja. Tehát is kaparja a kormányt. Vagy hozzávágott már valamit a rádiót. Kérdés, hogy most félig teli, vagy félig üres az a pohár. Mi mondjuk azt, hogy félig teli. Nem estünk vissza. Hány olyan műsorvezető van kereskedelmi rádióban, aki ilyen őszintén tudja felvállalni a gyengeségeit? Aki ilyen őszintén mer arról beszélni, hogy mennyire hülye a focihoz. Nem? De tényleg? Hát... Oroszok, hogy Kosztarik, kivel játszott? Nem tudom. Tovább jutottak? Elvileg van rá eső. Egy konkrétum nem hangzott el 15 percet. Semmi. Semmi? Csak ország neve. Jó, abból sok. Hát, sok, igen. Jó, oké, nézzük. Olvasva. Oroszország, Algéria, vajon ki nyerhet? Hát, Oroszország elég nagy ország, az Algéria kicsit kisebb, legyenek az oroszok. Hogy igen. Hiszen ha nagy ország, több esélyük van sok jó játékost összeválogatni, mint egy kicsi Algériából, hiszen ami Algéria nem is olyan kicsi. A Franciaországtól való gazdasági függetlenségét még nem tudta maximálisan kivívni az évtizedek során, de... Én mindig kajával fogom indokolni a fogadásunkat. Tehát az orosz Algírban, ugye ott van a jó bárány, a tazsin, ott van a kuszkusz versus pirog. Így van. És miért kell a Gábort ebbe belekeverni, de tényleg, egy jó kaszkadőr. Forradott ő szerintem Marokkóba is. Nem értem, hogy pirog Gábor hogy jön ide. De hogy, jó, figyelj, van már, ahol lesz majd kötődés. Tehát, hogy nálam a Holland-Mexikónál van lelki kötődés. Van már, ahol lesz majd. Hollandok felé. Tényleg? Igen, én gyerekkorom, amikor Commodore játszottam, én mindig hollandok. Van mindig már, ahol lesz majd. Van már, ahol lesz majd, tegnap mi volt holnap? Szóval mindig holland voltam kiskoromban a Commodore 64-en. Ott ugye tudsz a téli olimpia, nyári olimpia, tudsz országot választani, hogy kinek a himnuszát akarod meghallgatni. És te holland himnuszt. Mindig a holland himnuszt hallottam, illetve a német himnuszt. Idézz belőle, létsz a holland himnuszból. Nem tudom már, de ha meghallom, megismerem. Tessék, mutasd két himnuszt, és megmondom, melyik a holland himnuszt. Most. De most mutasd. Indíts el két ország himnuszt. Na, ja, nem, de YouTube-on. Ja, azt hittem, hogy énekeljük, hogy szövetségbe vont, szabad köz. Akkor ez nem? Nem, megismerem a holland himnuszt. Holland himnuszt? Tényleg megismerem? Megismerem. Ha most bearaksz egy himnuszt, megmondom, hogy ez a holland himnusz vagy nem. Na. Tessék. Ugyanis ismerem a holland himnuszt, csak most így nem jut eszembe, de annyit hallgattam kiskoromban. De ha már szól, akkor énekeled vele? Akkor már tudom tovább dúdolni. Na, tégy próbára. Jó, figyelj. Azt mondja, hogy imádom, amikor bedobsz egy ilyet, aztán kell keresgélni. A keresgélyet csak ráírni, hiszen... Tessék, tégy próbára. Tehát ne gondold azt, hogy én ez ilyeneket blöfföl, hogy nem ismerem meg a holland himnusz. Ha meghallom, megmondom, hogy ez a holland himnusz, vagy nem. Jó? Tessék. Figyelj. De nagyon figyelj. Majd tedd oda a mikrofonodhoz. Figyelj. Na, tessék. Figyelj. Na, megmondom, szerinted ez a holland himnusz. Igen? Ez nem. Figyelj, kus, várjál, fel van, menj már tovább. Addig beszélek, hogy álljam, hogy mit mond. Pap. Elkezdődött? Ez már az. Ez már az, ez nem a holland himnusz. Ez nem a holland himnusz. De csak hangolnak ez. Ja, jó. Azért, mert hogy eddig nem a holland himnusz. Igen? Figyelj. Igen? Figyelj.
Most? Van szöveg? Figyelj, figyelj! Igen? Igen? Kicsit hosszú a felvezetése. Igen, kicsit, mit, mit, mit? Az egyik fúvósorokon. Ez a holland film. Dehogy is, nem. Jó, nem, ez a... Nem, nem, ez nem a holland. A világ egyik legjobb. Mindjárt megismerem a holland. Tessék, tegyél be még egyet. Nagyon jó, de jó volt. Na, figyelj. Nem, ez nem a holland himnusz. Ez nem a holland himnusz. Na, oké. Okay. Azt mondja, hogy na, figyelj, figyelj, figyelj. Igen. Megtaláltam a keresőszót is közben. Holland himnusz. Ez van. Igen. Ez nem a holland himnusz volt. Na, hát igen. Ez teljesen egyértelmű, nem a holland himnusz. Igen. Azt mondja, hogy igen. Addig álljatok vigyázba, jó? Tidi, 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 tidi. Ez nem a holland himnusz, igen? Na figyelj. Oké? Okay. Az a baj, ilyenkor most minden ismerős dalom rá, na, na, na figyelj. Na ez vajon. Igen, ott állok. Igen, Hollandia, Mexiko. Commodore 64. Commodore 64, téli olimpián megnyertem a hordóugrást. Igen. És a feleség szépen is. Nem. Ott a... De jó! Nem ismerted fel! De várj, ez csak a bemelegítés. Ader, langet, róbeblikik, totals, beboet, lojat, tudő, faterland. Hát akkor a Commodore-ba átvágtak engem. Hát akkor... Akkor a Commodore 64 programozói... Ott megvezettek. A Commodore programozói már jól megvezettek. Jó, akkor hajrá, Mexikó. De mit csináltam? Bementél, ahogy hívják? Mert a mexikói himnusz megismered, ugye? A mexikói himnusz viszont a álmomban. De ki mondta, hogy ez a holland himnusz? Tessék? Bementél az 5-6 kilobány. Értem, shift 2, shift 4 run. Csókolom, azt szeretném megkérdezni, hogy ez melyik ország himnusz? Ez a holland, én a takarodj. Egy kis köcsög. Ki mondta, hogy ez a holland himnusz? Már nekem ott, őt kiválasztottad, és mindig fölálltál dobogóra. Megnyerted a téli ugrást, a hordóugrás, és akkor ha te nagyobb hordót ugrottál, vagy több hordót, akkor leadták az ország himnuszát. De akkor kikkel éreztelte lelki rokonságot? Melyik nemzettel? Nem tudom. Annyi éven keresztül. Nem tudom, de akkor ennyi, elengedtem a hollandokat. Én könnyen elengedek bárkit, nem tetszik. Hajrá, Mexikó. Jó? Jó. Na, jó. Na jó. Ákos, hogy vagy te ma reggel? Hogy itt vagy te? Vagy? Itt vagyok. Nem tudom. Tegnap kérdezted, hogy miért nem vagyok igen. többet. Én mondtam, hogy hát kezdj valamit a Linával, hogyha így szeretnéd. És most... Hát, igazából feleségem van, de nézd, hát hiszünk valamit átjön, megbeszélem a Wikivel. Nem tudom, odaállt tegnap elém a főnököm, hogy ma jönni kéne. Oh. Úgyhogy jöttem. Na, hát ez jó, ne, örülünk neked. Jól van. És a hátadra csapott egy kancsuk. Jönnek a hírek, lehet jelentkezni játékra, mi pedig jövünk a hírek után. 8 perc múlva pontosan 7 óra, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Azt mondja, hogy Mosonmagyaróvár elején halászi felől mérnek, és baleset történt az M1-esen. Méghozzá 110-es kilométer körnél, ez pedig Gyuri küldte nekünk, mi pedig valakivel már is játszunk. Verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggelt! Halló, sziasztok! Hello, Gábor! Gábor, honnan hívsz minket? Medgyesegyháza. De szép hely az, tehát Békés megye. Békés megye, így van. Mit csinálsz? Hát sofőrködöm. Sofőrköd? Aha, éppen szállítasz, gondolom, akkor most is valamit. Nem, most persze, mert itthon vagyok. Na, már, vagy még? Még. Még otthon. De jó neked. Jól van, Gábor, kivel szeretnél játszani? A Ferivel. Ferivel. Feri játékszűz még a helyet. Persze, meg Békés megyeiek, tartsunk persze, össze. Persze, hát földjel. Jól van. Jani? 3, 2, 1, fire! Személyautóval sofőrköt? Persze, persze. Egy kis teherautóval. Van benne bár... hely még egy embernek? Ó, még kettőnek is. Az kettőnek szuper. Is. Budapestre jössz? Szoktam menni arra is, de inkább máshonnan szállítok, és Európán belül. Szeretnél eljönni velem, Ferenc? Anyukámat kéne hazavinni holnap Pestről. Vállalod? Hát, sajnos ezt nem
Miért csinálod ezt, Gábor? Jó volt, igen. Békés megye itt kinyírni, vérzik a szívem. Igen. Jó volt, pedig mert tudtad, hogy ki fogod mondani, és megálltál, aztán mégis kimondtad. Igen. Hát sajnos igen, hirtelen nem tudtam mit válaszolni. Szép volt, Feri! Köszi szépen. Ó, Gábor. Hát örülök a győzelemnek, mert ezzel ezt a hetet is behúztuk, most már tényleg töretlen a száguldásunk, de nem szeretek megyebelieket kinyírni. 3-1 van ezzel így, úgyhogy holnap hát bármi van. Igen. Pedig jó volt, Gábor, kikerültél egy csomó mindent. Hát próbáltam, de nem sikerült. Nagyon. Mentem előre. Egyrészt akartam ezt a fuvart anyámnak holnap haza új kígyósra, tehát ez is benne volt, hogy haza kéne vinni a mamát, de meg tényleg a pontot nagyon szerettem volna, hogy miénk legyen a hét. Na jól van, Gábor, köszi a játékod. Ciao, hello. Szia. Trafi az M2-esen Gödnél, ezt Seri küldte nekünk, és a 86-os, illetve 87-es kilométer között mérnek a felüljáróról az M1-es autópályán. Üzeni Mocis Laci, az irányt azt nem tudjuk. Mosó-Magyaróvár elején Halászi felől szintén mérnek, és a 110-es kilométer könél az M1-esen van egy baleset, ezt Gyuri küldte nekünk. Szerintem egyes egyházára is egyszer elmegyek, mert ott van egy híres rendezvény, a Digne Fesztivál, és ott még nem voltam. És ráadásul Best of koncert is jöhetsz, mert szoktunk ott játszani. Na tessék, akkor inkább na. Akkor inkább kiadjott. Na jó, 5 perc, pontosan 7 óra, jövünk a hírek után. 7 óra, pontosan 10 perccel, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Feri, hello Jani, hello drága hallgatók. Ugye tegnap volt 5 éve, hogy meghalt Michael Jackson, és ezért gondoltuk, hogy egy olyan dalt játszunk le tőle, amit ritkában játszunk, sőt soha, de mi most lejátszottunk. Ez hát egy egyik legjobb. Jó dal. Az egyik legjobb egyébként. Sajnos nem játszuk, pedig jó. Nekem érzelmi kötődésem is van ehhez a dalhoz, képzeljétek el. Michael Jackson felső teste. Így van, ha itt szabadná tett a klipben. Ne, hát szerettem volna, de nem. Akkor én, amikor kijött ez az album, akkor én Mihályiban voltam, a Dőri kastélyban, egy ilyen táborban, és akkor ott nagyon-nagyon szerelmes voltam. Egy 8 sebességes favoritban. Igen. De sajnos nem tudtam ellopni a kocsma előtt. Egy középen összehajtogathatok camping biciklivel. Tehát az egész album egyébként Jenny volt. Igen. Ezek nem volt akkor a siker, mint a Thriller, de tele volt slágerekkel. Jenny volt. Jó, hát figyelj, az 5 év az egy kerek évforduló, tehát ezt még 8 után is megünnepelhetjük. Csak valami olyan dallal, amit kevésbé játszunk, vagy nem. Ne olyannal, amit igen. Ha igen. De nem tudom, hogy igen. Jó, érzem a bizonytalanságot, de valahol egyfajta kiforrottságot is, hiszen tudod, hogy Michael Jackson irányba szeretnél csapást mérni, de ugyanakkor még nem tudod, hogy ebből a hihetetlen nagy diszkográfiából melyik legyen az a nóta, ami megérintheti a kedves hallgatók. 8 után ugye általában rockot játszunk, ez már 8 utáni kis könnyed soft rock, ez már ugye itt kezdi beidegződésé válni, tehát majd kereshetünk valamit, a Slash-el, amit zenélt, ugye, például az egy jó kis dal, és az elég rockos, vannak neki azért ilyen rockosabb beütési dalai. Olyan ízlésesen jött be a gitár ebbe is, ugye? Igen. Tehát, maga olyan szóló van benne, hogy igen, finom. És azért ez egy lassú pop dal. Igen. Tehát igen, okosan csinálgatták. Megmutattuk valamelyik nap a Beninek, hogy hallgasson egy kis jó zenét, és azóta úgy hívja, hogy Martin Jackson. A legnagyobb. Martin Jackson. Nem mondjuk egy Michael Jackson, Martin Jackson. És mi direkt nem javítjuk ki, mert imádjuk. És mindig mondja, hogy anyuci, anyuci, mutass nekem videót Martin Jacksonról. Jenny. És nem tudsz ilyet kitalálni. Nem, és imádja, nagyon tetszik neki, hogy énekel, nagyon szereti, hogy táncol, és naponta egy videót meg kell nézni Martin Jacksontól. Mert ő még úgy tesz, hogy Martin Jackson. Hú, kiemelés, megnyomja. Azt még nem, de mumbolkozni már mumbolkozik. Az lesz a következő. Úgyhogy simán Martin Jackson az most nálunk nagyon, nagyon megy. Na, 5 éve gyerekek, még Danubis rádióban ültünk konkrétan. Úgy jöttünk be az egyik reggel, emlékeztek? Bizony, a kis orvosi műhíba. Na igen. Hát aztán az orvos a börtönbe is került. Le is ülte, aztán valami szívelégtelenségű betegségre hivatkozva. Előbb engedték ki, de valamennyit neki ülnie kellett. Egy elég hosszú peres eljárás után őt leültették. Szeretem az ilyen pozitív hangvétel SMS-eket, akkor miért nem tegnap játszottátok? Igazuk is, de tökre igaza van. Rohadjunk el, hogy lejátszák komolyan. De milyen, micsoda hülyék vagyunk. De dögöljük meg mindent. Annyira magyar, nem? De nagyon jó. Ez ország ilyen. Ez az ország ilyen. Sajnos lehet itt védekezni, meg nem ilyen, meg Bali, nem mond ezt, meg akkor nátem. Még egyszer, bocs. Ez az ország, ez ilyen. Jó, de akkor miért nem tegnap? Még azt oda kellett volna lévni, nagyon jó zene, imádom, de akkor miért nem tegnap játszom? Igen.
Igen, olyan szomorúan kellett nekem az igent kimondanom abban a kastélyban, mert az esküvő előtt egy nappal halt meg, és majdnem lefújtuk a szertartást. Tudod, így nem. Nem tudom. A király nélkül sehova. Az esküvő, emlékszem, az első 5 évvel ezelőtt volt az esküvünk, és az esküvő előtti napon. Vagy eső előtti, két nappal az esküvő. Jani is azért késett el, mert... Hát részben ezért, igen, de egyébként, és ezért kellett sajnos elhívniuk Márton helyett a 3+2-t, hogy húzza a talpalával ott. Nagy híd alatt, a híd alatt. Horjási volt, nagy buli volt. Mondjuk én azt nagyon értékeltem volna, hogy egyszer csak megjelent volna egy Márton imitátor. Van előjött volna, és hogy hívják, és ott tolta volna a murvában a moonwalkot. Van Michael Jackson, magyar Mike, vagy volt magyar Michael Jackson imitátor. Én nem tudom, hogy ő mit tevékenykedik-e. Ma is Elvis Presley-re járnak együtt felépni. Igen. Én mindig azt mondom, hogy ha lenne igazság a Földön, akkor az imitátorok lennének halottak, nem? És Elvis élne, tehát, vagy az imitátorok halálnak meg, és Michael Jackson élne. De ebből valaki meg tudott élni, hogy Michael Jackson imitátor? Bizony, meg. Bizony. De mi, valaki meghívja a legjobb búcsújára Michael Jackson imitátort? És akkor tudod, hogy ott egyébként Lajos keresztnévre hallgató, 23 éves sárbogáli lakos nyomja. És el is találtad, egyébként Lajos. Ő Lajos, Luigi. Hát én Luigi. Persze, Luigi a leghíresebb magyar Michael Jackson. Luigi Jackson. Egyébként meg lehet, hogy úgy szállnak ki a nagy sztárok, hogy átmennek saját imitátor szerepbe. Azt mondja, meghal, és közben ő aztán tovább föl. Igen, és végignyeri az vegasi versenyeket. Nem. Hát ebből Chaplin volt a legnagyobb, aki elindult a saját hasonmás versenyén. És harmadik lett. Hát nem jött össze, hogy... Uram, nagyon jó, köszönjük szépen, de hát azért ön azért mégse hasonlít picit annyira Charlie Chaplinhez. Kicsit túlmozogtak, de hát... Uram... A sétapárc a pörgetésben meg azért nagyon jó, fogadj el a bronzérmet, és legyen és leszáll a színpadról, köszönjük szépen. De uram... Száj, adjuk át más. Jó, és hasonmásoknak ez is. Harmadik lett a saját. De mekkora a saját hasonmás versenyen? És akkor, ha már itt van, adminisztráljunk is, hogy hívják Charlie Chaplin. Na, uram, vagy ne szórakozzunk egymással. De uram, ne bolondozzunk, még 1000 jelentkező van itt mindenkinek sorszak. Charlie Chaplin, uram. És harmadik lett. De gondolod, de mennyire jó volt az első, aki lenyomta a Chaplin? És nem? Ki lehetett? És milyen durva, amikor a harmadik oda, és azt én vagyok Charlie Chaplin. Ezt bárki mondhatja. És nem tudod meggyőzni arról, hogy valójában te vagy. Jó, most már esmák ki a szerepből, tudod. Jó, most már vége a versenynek, már nem kell ezt hozni. Mutasd meg a személyedet is, megmutatod, és azon is a Charlie Chaplin. Hanyadik lettél? Csak harmadik Geraldin. az mennyire durva. A saját hasonlás versenyen elindulni. És egyébként rendszeresen ott vannak a mindenféle tehetségkutatókon, tehát mit tudom, ilyen Britain Got Talent, ott is Michael Jackson imitátor. Én rosszul vagyok az összes imitátorról. Mondjuk én rosszul vagyok. Vegasban az Elviseket én csípem. Az nekem bejön, hogy minden második sarkolatva valaki is tolja. Figyelj, azzal nincs baj, amikor van egy évben egyszer egy Hemingway találkozó, és akkor megválasztják, hogy ki hasonlít legjobb a Hemingwayre, de nem. De azok az imitátorok... Vagy elefántember találkozó. Például. Akik ebből, én az összes imitátor, én engem a hideg ráz tőlük. Tehát megláttuk egy Michael Jackson imitátort valahol, és tényleg verekedni akarok. Úgy vagyok, megnézed, jók a mozdulatok. Tessék? A jók a mozdulatok ellenőrzed, úgy csinálja, mint a mester. Hát miért ez jó? Nem tudom, mert hogy valahogy annyira egy van belőle, hogy engem annyira irítál. De a Berecki csak úgy mozdul egyet, mint Michael Jackson, már akkor is. Ő is imitátor. Szerintem Magyarország másik legnagyobb Michael Jackson imitátorra a Berecki. Nem, ti bírjátok az imitátorokat? Én ott rosszul vagyok tőlük. Hát nem, attól függ, hogyha van benne valami eredetiség. Hát, de nekem... nem tud az lenni. Hát mi egy eredeti? Ez minden, amit átveszel, az Michael Jacksontól veszel. Mi az eredeti? Hát, hogy például hogy Bonnie Tyler dalokat énekel Michael Jackson imitátor? Mert az szerintem eredeti. Nem, mondjuk indul valaki egy Steve Wonder hasonlás versenyen, de izlandi. Na, ezért tehát, mondom, hogy én meg fellépek egy Bonnie Tyler dallal, akkor én eredeti vagyok egy Michael Jackson hasonlás versenyen. Szerintem nem lehet benne semmi eredeti, mert mindent át kell venned az elődöttől. Tehát a mozdulatát, a haját, a hangszínét, mindent. Tehát nincs benned se a ruháját, a kinézetét. Mi az eredeti egy imitátorban? Semmi. Jössz írtam egy új Michael Jackson dal. Tehát mi tud lenni egy eredeti egy imitátorban? Hát semmi nem tud lenni eredeti. Hát, ha már eredeti, akkor azt mondjuk, hát ez már nem jó, mert nem hasonlít. Tehát neked mindenben hasonlítani kell. Én ezért nem értem a tribute zenekarokat, sőt tényleg. Én nem tudom, hova tenni őket. Soha. De ez az én fejlővésem. Én rosszul vagyok attól, hogy valaki egy egyébként amerikai zenekart utánoz Magyarországon, és úgy öltözik, azt a dalt játsza, hiszen tudod, hogy nem ő.
Tehát, hogy nem az értem. Az egy tiszteletadás, meg ott azért nem, mert valaki ebből él. Szól, hogy hasonlítasz rá, meg azért egy komoly zenei képzettség is kell hozzá, hogy ezeket a számokat úgy tud letolni. Ebben egészen biztos vagyok, hogy jó zenészek, de hogy, tehát, hogyha nincs egy saját dalod se, és akkor abból élsz, hogy más dalait játszod életed végéig. Lehet, hogy zenész van, aki nem tud dalokat írni, viszont irgalmatlanul jól játszik. De nincs saját egyéniségük. Nekem az összes klónnal az a bajom, hogy nincs saját egyénisége. Tehát van egy Kiss... De van, csak nem hallgatnám meg egy 60 perces szólóalbum. Van egy Kiss zenekar, és van 666 imitátor zenekar, a se egyéniségük, se elképzelésük, se gondolataik lemásolják azt, amit valaki egyszer sikere vitt. Ebben mi a jó? Itt kérünk elnézést a Kiss Foreverben. De most nem kell elnézést kérni, hát ez az én véleményem, én ezért nem kérek elnézést. Van egy Guns N' Roses, és van egy magyar Guns N' Roses, és 20 éve magyar Guns N' Roses dalokat játszak. Ez tök jó. És soha nem mennék el rájuk, mert nem az Axel énekel, meg nem a Gilby Clark gitározik, meg nem nincs benne a Slash, meg a Dizzy, meg mit tudom én, a Duff. De milyen jó az kicsit beborozva egy ilyen bulin énekelni a nagy slágereket. Semmi olyan egyéniségébb nincs benne, amitől engem ez az ember az érdekel. Játszó a három dalt rosszul, de legyen a sajátja, sokkal többet mond, mint két órán keresztül egyébként 20 éven ugyanazokat a dalokat valakitől lejátszani. Tehát nem vagy elég erős ahhoz, hogy saját magad legyél, és akkor 20 évet csinálsz valamit. Nem vagy elég kreatív talán. Lehet, vagy nem vagy jó dalszerző. Mert zeneileg ők azért roppannak sokszor a toppon. Tehát, hogy gyakorlatilag hangról hangra mindent lefognak, leénekelnek. Én is hallottam már olyan, mint olyan a Pantera cover zenekart egy az egybe. Phil Anselmo volt az énekes. De miért jó klónnak lenni? Tehát ezeken valaki egyszer magyarázza el. Szereti tiszteletadás a zenekar irány. De 20 éven keresztül te úgy élsz, mintha te ő lennél. Ez egy nagyon fura személyiség, ez több szerintem azért. Tehát te 20 évig úgy élsz, ugyanúgy kifested magad, mint a kis zenekar, ugyanúgy nyelvet öltegetsz, ugyanolyan pólóba jársz, ugyanúgy énekesz, és 20 éves csinálod. És de hát ne haragsz, hát abban van egy eredeti. Érted? Aha, jó, ezt aláírom, ez igaz. De miért jó valakinek valaki helyébe lépni, és 25 éven keresztül eljátszani valakinek a szerepét? Azért, mert az akarsz lenni, csak ezt még magadnak sem mered bevallani. És az életed legnagyobb traumája, hogy te nem ő vagy. De semmi más sem tudom megmagyarázni. Nem? Hát mondjátok meg nekem, hát, kíváncsi vagyok. Hát vagy az, hogy a másik picit előbb született, és lenyúlta az image. Mikor rohadt egy életet, az hát, az enyém, benne azt a kabátot. De hát ilyen akartam lenni, ez akartam lenni, ez vagyok én. Most ne, takarodj rá, hát ez én vagyok, takarodj. Érted? Tehát van egy kis zenekar. Nem érdekel a többi. Tehát esélytelen, hogy volt egy Elvis Presley, vagy volt egy Michael Jackson, vagy van egy Guns N' Roses. Van még a magyar tribute zenekar? Szegény. Ja, nem akarom, nagyon őket, bántani. Hát, de van köztük nagyon-nagyon jó is. Ez biztos, hogy így van. Persze, én nem a kvalitásokat vonom kétségbe, csak egyszerűen nem értem. Tehát számomra teljesen megfoghatatlan. Tehát ez olyan, mint hogy te mit tudom, én Rózsa Gyuri akarnál lenni, és 20 éve ugyanolyan ruhába bújsz, ugyanolyan parókát hordasz, ugyanúgy iszod a vizet, mert nem. Mint az állam. Nem vagy szomjas, nem vagy szomjas, iszom, mint az állam, és 20 éve egy nyomorúságos klón vagy. Semmi más, csak egy ilyen személyiség nélküli valaki. Ki vagy te igazából? Nem? Hát nem tudom, aki megpróbálja azt hozni, amit a példaképe. Ha hasonlítani akar, nem mindenkiben van meg az a tehetség, hogy olyan legyen, olyan jó zenész legyen, olyan jó dalokat. Hát valakit a legkönnyebb lemásolni. Hát, azért nem. Hát valami egyénit, vagy valami olyat kitáns, aminek a saját rengeteg zenekar csinálta mögön magát, azt hiszem több meló van meg, milyen póló van rajta, olyan, milyen cilinder, olyan, hogy festette fel a nyelvét, olyan, milyen gitárja van, olyan. Na, akkor megcsak, ugyanúgy megveszünk, ugyanúgy megtanuljuk ugyanúgy játszani. Most lehet azt is jól vagy rosszul, de ebben nincs nagy truváj szerintem. Nincs. Mondjuk én egy időben szerettem volna Tommy Lee imitátor lenni, hát ha Pamela Anderson benézi. Hát mondjuk... Mit nem volt kihajózunk. Meg? Mit nem volt meg? Még inkább egy jó Pierre Woodman imitátor lehetnél a méreted és a kinézeted alapján. Tehát a Tomira te nem nagyon tudnál hasonlítani. Gyerekek, képzétek el, voltam Szent János Bogár nézésem. Hogy parancsolsz? Jaj, azt hittem, hogy valami szemölcsöl. Alatt voltam le szemölcsöl. Szent János Bogár, de jó. Szent János Bogár nézésem voltam. Csak akarok róla két mondatot beszélni. Több szempontból is tanulságos a dolog, de van megint egy emberi vonás, amiről már tegnap félig meddig beszéltünk, de én nem nagyon tudom megérteni, de majd is segítetek. Hogy a Szent János Bogár arról néz ki, hogy elmehetsz az Alcsúti Arborétumba. Aha. Felcsút mellett. Igen. Alcsút. Megnézted a stadiont is. Integettem. Szép. Igen. Ott mész egyik. Felcsút, stadion, Alcsút. Alcsúti Arborétum. Nem Felcsút, Középcsút, Alcsút. Nem, majdnem Alcsút, Alcsút, nagyon Alcsút, legalja. És este 9 órára van meghirdetve a Szent János Bogár nézés az Arborétumon.
Azt hittem, hogy oda megyünk, van egy túravezetés, még 6 családdal ott tudod, elkolbászolunk az erdőbe. Mondjuk az este 7-nél kezdhetettek volna gyalogolni. Nem, az este, ne, este 9. Ott vannak a bogarak. Este 9. De jó. Este 9. Nem túlzok, ott volt kb. 1000 ember. Olyan volt, mint egy Kiss Forever Band koncert, mondjuk 2000 ember. 1000, tök mindegy. Van egy túravezető, aki elkezd kiabálni, hogy fölveszi a sárga porot, kezdjék el követni, és megindul 1000 ember, gyerekek, felnőttek, fiatalok, idősek, ki boros pohárral, ki kólával, ki 2 literes kannába hozza az üdítőitalt, hogy jól érezze magát, elindultok Szent János bogarat nézni. Ez tök jó hangzik. Hát ez valami szenzációs program egyébként. Ugyanúgy kell elképzelni, mint az idegenvezetőt, a csoport elejét. Ő megy elő. Vagy esernyőt így tart. Van. Így van. Ő megy elő, fölvesz egy pozíciót, hogy ne térd le az arborítumba sehol, mert eltévedsz, és nem találsz vissza, mert rohadt nagy az egész, de egyébként gyönyörű, és ha elkolbászolsz valamerre, ne csendet kérünk, senki ne beszéljen. Jó. Kit ott repül? Ha, hogy? Ott az, az talán az. Ja, nem csak a stoplába. Jó, ne, tovább. Ahogy mondtad, csendet kérünk, és akkor irány követni, elindult a morajlás. Ki a sorba, ki a sor mellé, ki a sor elejére próbált beállni, hogy egyet vegyen magának. Mindegy, nem is ez a lényeg. Elmondták, hogy lehetőség szerint ne fényképezzünk, meg ne használjunk nagyon telefont, meg az elemlámpát se szeretik, most megbotlunk valamibe, kapcsoljunk föl, de ne legyen, Józsi, hol vagy itt, és mit az erdő közepén világítasszert, mert ugye elijeszti őket. Ja, azt hittem, hogy félértik a Szent János bogarak, akik párzat szeretnének, és rászállnak, és azt hiszem, hogy igen, egy hatalmas potens. Maga a rajzás az zseniális. Tehát ez egy akkora élmény, hogy mész egy sötét erdőben este, mit tudom, másfél órás a túra. Az 1000 ember rajzása? Egyrészt az 1000 ember rajzása, és ugyanaz a csoportdinamika leképződik ilyenkor, mint az osztálykiránduláson. Előr mennek az idegenvezetőt nagyon szorosan követő, kicsit az eltévedéstől félő szülők és gyerekek néma csöndben. Vagy az eminens van ott. Az eminensek, akik elkezd beszélni a csoportvezető, és elkezdenek, tudod, így csicsegni, maradj csöndbe. Ha magát nem érdekli, menjen hátra! Ugyanannyit fizettem a jegyért, mint maga. Van ez a típus. Hátul pedig, hát mi is a hátsó csapatot. Leghátul pedig sebességét opcétrépákkal múlhatják az időt. És tépkedték a leveleket a fákról. Hátul pedig Benny, Viki, Bali, és még néhány nagyon jó fej fiatal, akikkel ott összeakadtunk. Társaságok egyébként, 20-25 év, 30 éves srácok, barátok, barátnők mennek. Gyönyörű a dolog egyébként, egyszer csak beérsz egy sötét bokros részt, és elkezded nézni, hogy ezek repkednek. Nagyon-nagyon-nagyon szép, tehát ilyen nagyon misztikus, meg gyönyörű, pici, apró kis bogárkák, és számos rejtély van ebben a dologban, de maga az, hogy ott sétálsz a gyerekeddel az arborétumba este 10-kor, és ő fogdossa a Szent János bogarakat, nyilván 30 000 forint darabja, és egyet se lehet. Ja, igen. Ott van egy. De mire odaértek a túra végére, már többeknek az üres boros üveg meg van töltve, mint a Pitch Black 22 éves sötétség című Vin Diesel filmben, meg van töltve, világítok is Szent János bogarakat, és rázzá. Figyelj, kiderült egyébként, hogy a hím az repül, és a nőstény ül a bokorban. Na most, amikor tudod, a Benét kitépi a kezedet a kezedből, vagy a kezét, és berohan, és fölvesz egyet, és hozza a kezébe, hát mondod neki, Benny, tedd le, hozzanyúlt. Benny, nem szabad élni. Tudod, megbeszéltük. Gyógyos, tedd le, gyorsan. Én sem láttam még olyat közelről, de ne hozd ide. Később ott hozd. Ügyes vagy. Kiértünk egy ilyen tisztásra, annyira cuki. Ilyenkor a gyermeki varázslat a legnagyobb, hogy miket tudnak nézni. Felnéz az égre benne, és azt mondja, nézd, apuci, mennyi van az égen. És a csillagokra rámondta a következő. Elindultunk, egy nagy társaság, mindenki nagyon nevet, Benny bemondja, persze, ezért szétpuszilgatjuk, nagyon cuki. Megyünk, elmentünk egy olyan részen, hogy jönnek az autók, ott is világítanak, ugye azok a lámpák. Nézd, apuci, ott vannak a bokor, ott a 4 autó. Igen. Elmegy, de hát ezen besírsz, nézd, mert... Nézd, ott egy bácsi, és világít a bácsi popsi. De fi, annyira cuki, nem mondom, Benny, mondtunk neki, Benny, nem, azok autók. Na mindegy. És hozott egy bogarat. Amire ki akarok lyukadni ebből az egész történetből, hogy milyen szép volt, de nem is az lényeg, hozott egy Szent János bogarat a kezecskében, semmi baj nem lesz a bogának, tehát se nem hal bele, se... És amikor így csináltam, akkor se. Szép volt, Benny, meghalt 4 bogán. Hozott egy bogarat, és én meg akartam nézni, hogy néz ki egy Szent János bogár, én nem láttam még. Internet? Nem. Érve? Igen, de nem, ő fogta ugye, hogy van egy világ, tudod, egy gyereknek, egy 4 éves gyereknek, van egy világító kis bogaracska, és az ő kis barátja, és megbeszéltük, hogy majd a bejáratnál elengedi, mert ugye akkor vissza kell engedni az anyukájához. Nálunk ez a duma. Aha. Engedd el, mert várja az anyukája.
ezt most még elhiszi és elengedi. Egy év múlva ezt már nem fogja. És fogtam az elemlámpámat, vagy illetve a telefonomat, és megfogtam, és fölkapcsoltam az elemlámpát egy pillanatra, és rávilágítottam a gyerek kezére, hogy mi van benne, tud, hogy néz ki egy Szent János bogár. Mögöttem önkéntes rendőrék. Abban a pillanatban, hogy jobbról-balról egy természetvédelmi őr. Puskával. Jó napot kívánok. Mögöttem önkéntes rendőrék, család. Azonnalosd el az elemlámpádat. Mondom, jó, mondom, nyugodtan menjetek tovább, mondom, nem kell szívinfarktust kapni, mondom, senki. Légy szíves, megkértelek, azonnal olsd el az elemlámpádat. Mondom, figyelj, de ne önkéntes rendőrködjél, mondom, nyugodtan menjél tovább, semmi baj nem lesz a bogárnak, a családod, senkinek, megnéztünk egy bogarat, hozott valamit. Légy szíves, nagyon szépen kérlek, engedd el, és olsd el a lámpádat, nagyon szépen kérlek. Hát figyelj, hogy ez hogy? Mondtam neki, jó, mondom, nyugodjál meg, sétáljál szépen tovább, mondom, fogd a gyerek kezét. És a megoldás több szex. Tovább mondom, most... Találjatok ismét egymásra, sokkal boldogabbak lesztek, és kiegyensúlyozottabbak. Ne most, igen, most hagyd abba az önkéntes rendőrködést, ne járasd le magad a gyereked előtt, mondtam neki. Én nagyon intelligens, nagyon finom, neked se jó, hogy mondom, a saját gyereked előtt járatod le magad, mondom, légy szíves, menj, tovább, senki nem fog belehalni, mondom, megvilágítottunk egy bogarat, egy pillanatra. Az idegenvezető, megmondta, hogy nem lehet elemlámpát használni, légy szíves, kapcsoljátok ki! Itt egy másik. Tudom képzelni, hogy pont ugyanez a hang. És beesett egy vízes árom. A sötét. Itt bekapcsolódott Viki is a beszélgetésbe egy más mederbe terem. Na, itt fordultam volna a sarkon, és elkosszáltam volna arra a gyerekkel. Gyere, menjünk! Anyunak most dolga van. Hogy ez számomra teljesen felfoghatatlan, az ilyen típusú, teljesen céltalan. És itt nem arról van szó, hogy egy égő fejlámpával a homlokodon berohantál Szent János bogarat fogni, utánad a gyereked és a feleséged, és bokorba csörtetsz, mint egy vaddisznó, zúztál halára ezért Szent János bogarat, hogy miért visz erre? Vagy milyen véna kell ehhez? Mögöttünk jött egy társaság, ők is nagyon röhögtek, meg utána mindenki, aki elemlámpát kapcsolt, legyen szíves lekapcsolni a lámpát, szóltunk oda, tudtuk, meg nem tudták, hogy ki az, és mindenki lekapcsolta. Tehát elindult egy után, mert ezért nagyon jól szorakoztunk, de ez a család, ez tiszta erőből a nő, a férfi, és egyébként egy 6 éves, nagyon helyes kis forma gyerek, népnevelő jelleggel, igazi időből, igazából felháborodva elkezdtek olyan durván önkéntes rendőrködni, hogy én ilyenkor mindig nagyon finoman teszem őket úgy helyre, hogy egyébként ne bántódjanak meg. De hogy milyen véna kell ehhez? Hát elkezdenél valakit így nevelni, vagy felszólítani, és amikor azt mondod, hogy jó, le fogjuk kapcsolni, nem kell, semmivel nem lesz. Az idegenvezető megmondta, hogy nem lehet, és légy szíves, most azonnal, és hallod a pasin, hogy ő ezen düböl felhúzta magát, majd bekapcsolódik kicsi felesége, és két önkéntes rendőr esik neked egyébként, és nem azt nézik, hogy nézd milyen szép, nézd milyen jó, hanem megy egy ilyen... Mert nem tudják nézni a rohadék elemlámpától, tudod, de várj, az elemlámpa nem ez volt, hogy Benny! Hol vagy? És világítottam, a tenyerébe világítottam, egyébként többen megtették, valaki fotózott, hát ez semmi baj nem van. Van ilyen. Van ez a hogy típus. Ez az önkéntes rendőri véna, ezt nekem egyszer valaki megmagyarázza. De hogy ha te lettél volna Dezső, a biztonsági őr, akinek a füléből nő ki a csuklyás izma, akkor biztos nem mondta volna neked. Kapcsolj le! Mit tetszik mondani? De tudod mi van? Ilyenkor ott vannak a földön, nem akarsz rájuk lépni, levilágítasz egy pillanatra, megnézed, hogy hol van kikerülőd, nem ettől lesz bajuk, az idegenvezető, a csoportvezető. Hát meg a sötétben nem is látod, hogy hol kezdődik. Persze, igen, elmondta, hogy lehetőleg ne, ha valami a kezünkben, Szent János bogár, világítsuk meg, Szarvas bogár, fogjuk meg, tegyük le, mentsük le az útról, mert ugye ott van egy csomó állat. És... tehát ilyen fokú megkeseredést, vagy ilyen fokú, én nem is tudom, hogy ennek mi a lélektana, utána még erről nagyon sokat beszéltünk, amellett, hogy nyilván hangosan nevettünk rajtuk szegényeken, utána ők azért lemaradtak, nem tudtuk megállni. Nem is értem miért. Hogy ez mi? Megkeseredés? Elkeseredés? A saját életed egyfajta sikertelensége? Népnevelés? Önkéntes rendőrködés? Tanári véna? Vagy rendőri véna? Vagy ez mi? Van ilyen. Nem hagytuk, hogy elrontsa. Nem. Tehát nagyon finoman bánták ők azt meg elég hamar, hogy elindították ezt a beszélgetést, de énkor tudom, minél nyugodtabb, vagyis minél intelligensebben csinálná őt, ez annál jobban bántja.
De hogy milyen véna kell? Szólnátok valakinek, ráadásul így, ne haragudj, légy, és jövünk mögöttetek, abban semmi nincs, igen, hogy mondom, ez egy másodperc volt. Ezzel sincs semmi baj, de amikor érzed, hogy ez nem az elemlámpáról szól, hanem van mögötte valami olyan frusztráltság, amivel ő meg akar téged nevelni, ami megmagyarázhatatlan. Ami megmagyarázhatatlan. Csak a gyereket sajnálom, hogy úristen, szegény gyerekenki még 20 évig ezben a családban kell lenni, mondom, te jó Isten. Még a télen voltunk egyszer egy templom látogatáson, és hát ugye köztudott, hogy nincsen túlságosan sok hajam, és a templomban nem volt fűtés egyébként, aha, és hozzáteszem, az idegen vezető, aki ott nőtt fel, ott minisztrált, ott bérmált, oda jár áldozni minden hétvégén, tehát hogy gyakorlatilag egy helyre ugyanúgy sapkába volt, mint én. Oda jön hozzám egy néni, és azt mondja, hogy én se templomban leszokás venni a sapkát. Mondom, tetszik, az a baj, hogy agyhárgyi gyulladást fogok, de hogy egyébként tényleg, ha már leveszem, de tetszik tudni mit? Én leveszem, menjen már oda legyen, és mondja már meg az idegenvezető úrnak is, hogy vegye már le a sapkát, mert akkor az is tiszteletlenség részéről. Néni, oda ment, az idegenvezető azt mondta neki, hogy kezdőcsokolom, tetszik tudni, ebben a templomban nálam nagyobb hívő nincsen. Igen. Én itt kezdtem a pályafutat, ide járok minden. Hogy ér, itt ve, 30 év. De hogy egyébként köszönöm szépen, igen, a jó tanácsot. Na. Egyébként meg nekem sincsen haja. és picit félek tőle, igen, hogy annyi. És tudod, hogy minek? Igen, de a tegnapi témához rákapcsolva, ez de a típus nevel meg téged az úton is egyébként. Közben, ő az, aki a Logannel meg a Suzukival egyébként megnevel. Nem kezdem el, de hidd el, hogy meg akartam nézni, hogy milyen autóval jöttek, mert ehhez az emberhez tartozik az a fajta kocsi, aki egyébként lehet bárkit elkezd nevelni az úton, mint önkéntes rendőr. Lehet. És láttam rajtuk, néztük őket egy hogy nem az bogarakat nézik, hanem a gyerekkel és két emberre azt nézik, hogy ki mit csinál. Elmész Szent János bogarat nézni alcsútra, és nem a bogarakat nézed, hanem nézed, hogy világít a lámpa, morgolódsz, ott is be van egy kapcsolva. Miért nem kapcsolja meg? Érted? Hogy milyen élete lehet ennek? És várja, és azt hiszi, hogy kinél van bekapcsolva a lámpa, és mész mögötte, tudod, úristen, miért nem a bogarat nézni? Hogy nem mindenki tesz helyre. Itt is például a turista csoportban volt egy úriember, aki állandóan elővette a videót, a kis készüléket és videókat készített templomról, ki volt írva ekkora betűkkel. Mondta neki először az idegen vezető, hogy elnézést, uram, ki van egy tábla, nem lehet videót készíteni. Ha valaki kíváncsi, hogy templom eljön ide, megnézi, ez nekünk is érti, ugye? Jó, oké, elteszi. 2 perc múlva hátra nézem, mert bejött a kezébe. Idegen vezető megint szól neki. Elnézést, ne haraguljon, ha esetleg eltenné, mert most már szóltam egyszer, de hát harmadszorra megint természetesen elővette, megint eltette, elővette. És akkor mondta az idegen, hogy én még ilyet nem láttam, hogy 20 éve vezetek ebben a templomban, hanem mind hetente, 6-szor, nem tudom mi, és hogy nem igaz, hogy szólok, és nem. Na, hozzá nem ment oda a néni. Pedig ismerős. Hozzá nem ment oda, de minket helyre tett. Lehet, hogy a néni csináltatta magának. Ja, a videót, igen, megbízás, ne legyek rajta, gondold el, hogy jól lemint. De milyen szörnyű az életed, hogy az, hogy te más nép nevelsz, ez egy dolog, de hogy önmagaddal kell együtt lenni a nap 24 órájában, és mindig azt hiszed, hogy hol kit tudsz, hogyan nép nevelni, önkéntes rendőrködni, beszólni, morogni. Most elkezdett, igen. Hogy milyen szörnyű életet. A végén már mentek ott előttünk, meg néztem még őket így idég, a végén majdnem odaszaladtam, és hátulról átöleltem őket. Tehát volt egy ilyen, hogy úristen, szegények, milyen szörnyű, adjátok a gyereket nekünk, majd mi fölneveljük, érted? Legalább a gyerek ne szívjon, érted? Milyen életek ezek, nem tudod, ilyen tipikus magyar, tudod? Nem, ilyen hülye magyar mentalitás. Most egy kedves hallgató, hogy Jani egy férfinek épületen belül le kell venni a sapkát, szóval tényleg egy gyökér voltál. Hát, na, szerintem ez nem a hallgató, ez a néni. Néni, kezdve csokolom, örülök, hogy újra találkozunk, ha így az éteren keresztül is. Miből gondolt, hogy egy hallgató? Persze, a néni írja, hogy egyébként egy gyökér vagy, és nekem is írják. Persze, hát azért, mert neked terepjárod van, nekik meg kis autójuk, akkor ugye? Már te világíthatsz nagyobb fényel, mint egy Szent János bogár, ugye? Ez biztos, hogy ő. Megismerem a szavajárását. Neked a néni írt. Azért is megyek egyébként ezekbe a templomba, hogy gyökérkedhesse. Aztán beszélek is róla adásban, hogy az összes többi gyökér is, aki kíváncsi ezekre a templomokra, elmenjen és megnéz. Alapjában konfliktuskerülő vagyok, de én nagyon szeretem az ilyen embereket, sőt, kicsit várom. Sőt, örülök. Egy ilyen Szent János bogárnyi fény gyullad bennem, amikor így elindul egy ilyen, na, kis úgy harc. Úgy érzed, megmentetted az ő lelküket? Nem, olyan finom, nem, ilyenkor nem lelket mentek. Olyan finoman intézem ezt, és olyan elegánsan, hogy azt is megbánják szegények, hogy eljöttek az alcsúti arborétumba, és nem álltak meg felcsúton. Úgyhogy, na mindegy, jó, érdekes, csak ez, kíváncsi voltam, hogy mit mondtok, de ez egy tipikus magyar ilyen fura mentalitás. Fél 8 pontosan 7 perccel Óven bácsira lehet jelentkezni, ha valaki szeretne játszani, írjon nekünk SMS-t, mi pedig jövünk a hírek után. Morning Show. Morning Show. A Klassz FM-en. 3:48, pontosan 2 perc. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Az önkéntes rendőrködésről beszélgettünk.
Igen, nekünk egy hallgatónk, hogy ugyanezzel a frusztráltsággal találkoztam a Szabadság koncerten. Ott az 50 éves házaspár baja az volt, hogy egy másik emberrel beszélgettünk a Scorpionsról. Hát nem szép. Hát nem mondjuk szép, egyébként hát tényleg nem. Igen. A nyomjelző rakétáról miért nem beszélsz, Balázs, amit fellőttél? Jó, minden nem mondhatok el. A múltkor a bacsin egy szabadstrandon talisztam önkirendőrrel, 2,5 éves lányom most tanulja a pelus nélküli életet. 10 méterre pisiltettem, de rám tudott szólni a paraszt, hogy a 6 éves fia is el tud menni a slózira, szánam. Ja. Írja egy hallgató. Ez állandó, nálunk is az volt. Ez szerintem minden gyerekes szülőnél van. Ugye el szoktuk ilyenkor mondani, hogy lehet kapni ilyen utibilit. Van olyan, hogy nincs nálad. Persze, és akkor mondjuk, hogy egy 2 éves gyerek. Hát most szerintem nagy baj nem lesz. Igen. Ez a manus szólt a bogaraknak is, de hiába, ettől volt frusztrál. Ez most olcsállámpán. Béla, gyere már tovább. Azok bogarak. Hogy milyen okosak ezek a bogarak? Elképesztő. Figyelj csak, és ez úgy van, hogy ott az arborétumban tudnak valamit, hogy ezek úgy oda mennek? Hogy a szeretnek ott nekik csendes, nyugodt, fénymentes környezet kell, persze. És akkor azért tehát ott rajzanak, igen. Súroznak. De ha ő állítok, le tudja kapcsolni a lámpát magában. Uh-huh. Tehát ha le tudja kapcsolni magát, a repülés közben meg tudja akadályozni, hogy fény legyen. Hát meg akkor fényű elkapni biztos. Igen, ez egy kémiai reakció, amit ő tud irányítani. Akkor ő magában tudja, hogy ő tud világítani? Hogy már megint micsoda. Érted? Tehát ő tisztában van azzal akkor, hogy ő egy Szent János bogár és világít. Hogy érteni, én egy gyökér vagyok. Hogy, ha viszont tisztában van azzal, akkor azzal is tisztában van, hogy le tudja kapcsolni és föl tudja kapcsolni. Tehát repülés közben az, hogy most lekapcsolom. Most felkapcsolom. És tehát akkor... vannak ilyen folyamatok, amik lehetszönöm, mert ha te onda nyúlsz, hogy elkapd, akkor ő eltűnik. Lekapcsolja a kis lámpácskáját. Le tudja kapcsolni. De arra van többek között a világítás, hogy oda vonzon több kis bogarat, mert ugye ezek ilyen kis ragadozók. De hogy akkor a Szent János bogár tisztában van azzal, hogy ő egy Szent János bogár? Tehát ő tudja, hogy én egy világító bogár vagyok, aki repülök, és lehet... egy karibú. Érted? Lát egy másik bogarat, ami nem világít, és azt mondja, hogy de véna, elrepülés, és fölkapcsolja. Kezdő. Nézd a hülyét, ott mászik a földön, és még világítani se tud. Érted? Tehát, hogy ő tudja szabályozni a saját testének a világítását. Hát veszélyt érez, amikor te oda nyúlsz, és akkor azért kapcsolja ki, de ha ezt tudja, akkor tudja azt is, hogy ő Szent János bogár. De ez az, hogy tudnia kell, amikor hazamentünk, hosszú ideig olvasgattam még a Szent János bogarakról. És nézted azt a kettőt, amit hazavittél. És néztem a zsákba, a szatyorba azt a 30-et, amit hazavittünk. Ha veszély van, egyes fajok tudnak villogni is. Néhány intelligens faj le tudja adni az SOS jelzést. Na, de, ja, te durva. Tök komolyan mondom. Titi. Tehát gondold el, hogy tud villogni, de a villogás komoly, az SOS nyilván nem. És érted? A Szent János bogarak azok ismerik ezt a sztorit a Jordánról, meg Jézusról? Minden tudnak. Igen? Nagyon okosak. Szóval, hogy mennyire intelligens. De akkor, ha ő le tudja magát kapcsolni, akkor tisztába kell azzal lennie, hogy én most világítok. Ha tudja, hogy én most világítok, akkor azt is tudja, hogy le tudom kapcsolni. Hogy akkor ez hogy van? De akkor miért nem ő szólt rád? Elnézést, uram. Ne haragudj, hogy megfordult volna a kis fejébe. Elnézést, ne haragudj, már ne világítson már a rohadt nagy lámpával, mert kisül a szene. Mindjárt ide villogom a barátaimat. Én szétrobban a potrahom. Érted, milyen kis okos kis bogárkák ezek? Szóval akkor innentől kezdve viszont van agyuk. És mennyi. Tehát van öntudatuk. Van én tudatuk. Tudják, hogy repülök. Aha. És világítok. Most lekapcsolom magam. Tök durva, hogy soha nem bontottál fel Schnitzerrel még egyetlen Szent János bogarat sem, és már tudod, hogy van agyuk. Egyébként tényleg érdekes. Aztán honnan tudod, hogy nem bontott fel? Ha igen, erről nem esik. Igen. Basi, te elmentél egy arborétumba, és végig egy másik családot figyeltél, és fikázol, tipikus magyar. Mi? Igen, üdv Forrest. Igen, ez így indult, hogy már az elején kiszúrtam őket, és végig követtem őket, néztük őket. Igen, igen, ez egész történet 10 percig tartott, amíg figyeltük őket. Te akkor ezek szerint gyökérkezelésre jársz templomba, Jani? Persze. Igen, hallgatom. Nem bánják egyébként ezek a templomok, hogyha sok ilyen gyökér mászkál hozzájuk, mint én, mert ez a sok gyökér aztán beszél 1 millió ember előtt arról a helyről, és akkor sok másik gyökér is elmegy és megnézi, és tisztelettel adózik ezeknek a helyeknek, de hát... De nem tisztelettel adózol, ez a baj. Tudom, viszont én olyan gyökér vagyok, aki másra nem nagyon szokta ezt mondani, főleg ismeretlenül, meg nem bunkózol le valakit, akit nem ismersz, és aláírod az SMS-t. De hát ismer, mert hall téged. Ja, tényleg. Ja, ez a Tamási Eszter effektus, ugye a tévében. Így is van, és fenn
hagytad a sapkádat, és egyébként ő neki meg egy 8 órás ilyen hidegkamrás kezelést javasolnék, hogy ott vajon leveszi-e a sapkáját, tehát egy ilyen fagyasztókamrában, mert ott is ugye zárt helyen vagy. Le kéne venni. Igen. Na, a múltkor mentem kocsival a felüljáron, és telefonáltam vezetés közben, mellettem lévő sávban 50-es Pali Suzuki-val rám dudált, és vadul mutogatott az ujjával a halántékára. Mondom neki, rendőr vagy? Ha nem, akkor hajts tovább a Tesco-ba. Teljesen ki volt, hogy telefonáltam. Átszólnátok valaha egy másik autóba, hogy tedd le a telefon? Az veszélyeztet engem, tudod? Tehát megy mellettem telefonál. Én már az Anettől ezt egyszer elviseltem egy éven keresztül, hogy ő az önkéntes rendőr, de ez is komolyan mondod, hogy átszólnál, akkor súlyos elbeszélgetéseket kell folytatni, míg leérünk Szegedre. Együtt megyünk. Nem, de átülök hozzád, hogy erről lebeszélek. Átkopogtatsz, mert veszélyeztet téged a melletted levő sávban. A büdös életben nem szólnék át. De hát, a büdös életben nem tudnék átszólni. Hogy tesó! Tedd le a tele. Mi közöm van nekem hozzá, hát hogy ő telefonál? Átszólni, mert hogyha te is telefonálsz. Igen, ha neked ő balkész felől van, akkor valószínűleg gyorsabb nálad. És nem érdekel, hogy telefonál, és nem gondolok arra, hogy majd egy ilyen telefonáló fogja elütni a gyerekedet, és akkor megbánod, hogy nem szóltál át, mielőtt valaki már elkezdeni ezt bepötyögni. Nagyon osztobb a mentalitás. Nem áll, hagyjál már ezek a demagóg hülye érvek, hogy ettől megőrülök. Tök, hogy megint előjön a tegnap. Mondok még egyet. Megmented az ő életét. Soha a büdös életben nem szólnék át. Nem érdekel, hogy kivel beszél, az ő dolga, ő fizeti be a büntetést. Nincs hozzá közöm, az ő privát szférája. Ha ő megbüntetteti magát, ám legyen. Telefonál és neked magyar eszközete. Nem érdekel. Megmondod, hogy vége a sávodnak és falva. Puff, jó, hát igen, jön egy a szembes, látom, hogy a szembes sávon egy átszólok. De hogy előbb vágnám le a balkaromat, mint hogy én valaha valakinek átszóljak, hogy tedd le a telefon, te paraszt, és ne telefon. De nem így, nem parasztozni kell. De még úgy, hogy uram, legyen szíves, tegye le a telefon, nincs hozzá közön. Szélsőségekben gondolkozol, megint nem parasztozni kell. Óvsz egy emberi életet. Sőt, nem egyet kell. Hát ez egy információt. Érted? De milyen? Azt mondja, hogy nekem nem jut majd az eszembe ezentúl bárhol. Ha sapka lesz a fejemben, de nem lesz, mert már a küszöbön leveszem. Ha most ezt félig is komolyan, mondjátok, akkor hazamegyek. Tök komolyan mondjuk, nem most félig. Megint az lesz, hogy hazaüldöztök. Hazaüldöztök, nem várom meg a Gábort, nem lesz elmentésövezet, vagy lesz, hazamegyek. Hát, tényleg átszóltok. Komolyan. Vagy csak felmerül bennetek, hogy átszóltok, hogy most hazamegyek. Nem akarok az életemből arra szállni 4 órát, egy olyan emberre üljek itt, aki átszól egy másik kocsiba, hogy tedd le a telefont. Mi közöm van hozzá? Az a között hozzá, hogy megmented a saját és az ő életét, a tiédet, és az övét. Kettő. Ha ott ül a te családod, akkor az már négy. Nem akarok veletek. Ha neki is van családja, Szegedre menni. Nem akarok veletek soha semmit csinálni. Figyelj, de én... Mert te telefonálni nem akarsz az autóban, vezetésben. Én is. Vagy leveszem a sapkám, megérem, vagy pedig elkezdek hinni a kabalában, és akkor kipában járok mindenhova, mert az menekülési útvonal számomra. De egyébként, ha már ez a tegnapi téma előjött, akkor marha érdekes, hogy milyen kis fotót készítettem tegnap az Üllői úton. Ködlámpa. Elől hátul bekapcsolva, terepjáró. Tehesség. Na, ennyi. De miért nem egy Dacia Logan? Tegnap befelé jövet fotóztuk le. Üllői út. Elől hátul bekapcsolva ködlámpa. Ködlámpával? Ez működik. Súval? Jani egyik spanyol, akit megkért, de hogy már ott végig. Most rombolod, persze. Felkapcsoltatod valami súvossal. Írországban kb. Na jó van. Igen, ez az átszólás nem bocsátom meg nektek. Szólni kell. A biztonság az első, érted? Az emberi életek. Azt hittem, az Annett után már nem lesz több önkéntes rendőr, de úgy látom, egy áruló van köztünk. Na jó van, valakivel már is játszunk. Uven bácsi és Beru név. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. De ha jó a fület, kitalálhatod, mint dúdolnak a bucka lakók vidám szomszédai. Uven bácsi és Beru néni. A párafarm csalogányai. A szomszéd azt, hogy minden reggel kioktat, hogy jó lenne, ha lábtörlőmet kicserélném, mert éppen itt az ideje, hogy néha azt is takarítsam. Na jó, nem, tényleg. Uh-huh. Nem akarok egy ilyen világban élni. Meg akarok halni. Volt a közelünk egy bácsi, ott sétált minden nap az utcát, ott lakott, de nincsen sem meglepő. Ő például előszeretettel kiabált be a kertbe anyámnak, hogy minek maguknak ekkora ház? Nem, én egy ilyen világban nem akarok anyám, élni. Anyám egy idő után mindig azt csinált a szegény, hogy amikor meglátok, a hátra ment. Hát nem nagyon akarsz. Mert hogy érted, hogy eleinte még mondta volna neki, hogy hát ez beszélj meg a férjemmel, nem én találtam. Igen. Én beértem volna kevesebbel is, ez van. Igen. Hát, hogy őnek, hát egy ez van. Egy ilyen világban nem jó élni. Halló, jó reggel! Jó reggel! Hello, Betty! Szia, Balázs! Betty, mi újság? Honnan hívsz minket? Veresegyházba.
Veresegyház. Uh-huh. Uh-huh. Mit csinálsz, dolgozol? Igen, dolgozom. Mint? Mint varrónő. Varrónő. Sértésnek okon vetted a kérdést? Vagy egy kicsit olyan furán válaszoltál rá? Nem, nem, csak a főnököm mit áll velem szemben, de nagyon jó fejét, hogy biztos vagy. Mutogatja, hogy ki vagy rúgva. Hát, még nem. De mit tényleg, most ebből gáz van, hogy telefonálsz? Nem, nem hiszem. De ne is legyen. Nem, nagyon jó fej. Jó, hát a gáz van, ha hívjál vissza minket, és akkor beszélünk a főnökkel. Nem, megkapjuk egy olyan e-mailt, hogy mégse olyan jó fej a főnök. Segítsetek, Léci, Betty vagyok. Kizárt dolog. Jó, van, mutatjuk, mit csinál Óven bácsi, Beru néni, figyelj, Betty. Nagyon figyelek. De hogy is? Kifáradtak a Szent János bogár nézésre. Prostata masszázs. Így reagál Óven bácsi. Erdei sétán vannak. Erdei sétán vannak, Betty, jól mondod. Figyelj, segít a főnök kitalálni? Nem valószínű. Egyre a lányok segítenek. Jó, mutatjuk, hogy mit énekelnek, figyelj. Ez egy magyar? Igen. Nagyon jó. Ó, még egyszer kérhetem? Hogy nem, mutatjuk, figyelj. Szerintem Rózsa Magda. Holnap Szeged Erzsébet liget élőben. De jó az a dal, úgy szeretem. Betty, van egy ajándékcsomagod? Oké, köszönöm szépen. Milyen a főnök arca? Most volt, hogy siessek a munkával. Aja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 j. Semmi nincs benne, hogy egy picit, hogy de ügyes vagy, Bettikém, nyerték ki. Nem, nem szoktak hallgatni titeket, az a baj. Mivel kínozzák magukat? Semmivel. Az a legszörnyű. Figyelj, egyébként nem hallgathatok zenét sem munka közben? Tehát nem zenét lehet? És persze. Rádiót? Tehát szólhatunk mi? Így van. Szólhatunk. Így van, tehát De egy pici belefér, nem? Ha az ember nem vesét visz, akkor tehát, hogy így játszhat egy persze. Adj neki valamit, hát ha megenül egy kicsit. Leteszem a táskát. Vagy maradok délután tovább legfeljebb. Jó, jó, kicsit ráhúzol. Betty, köszi a játékot, ügyes voltál. Szia. Nagyon szépen köszönöm. Sziasztok. Ciao, hello, hello. Sziasztok. Egy perc, pontosan 8 óra jönnek a legfrissebb hírek, a hírek után itt vagyunk mi is. 4:09 van, pontosan jó reggelt kívánunk minden Morning Show hallgatónak. Hello, jó reggelt, itt vagyunk. Ilyen kevés ruhában nem láttuk még Demcsák Zsuzsát, azt el kell árulnom mindenkinek, aki most esetleg nézi maszat. A televíziót. Maszat. De aranyos vagy. Ugye így? Te nagy óriás. Miért hívsz Maszatnak? Igen, ráadásul máshogy hallottam, és nem tudtam, hogy érez most ide. Ráadásul, hogy honnan vannak ilyen információid róla, hogy Maszat. Igen. Masznak. Érdekes. Addig gyönyörködjetek, mondok közlekedés. Jó. M1-es Budapestről egy 85-ös kilométer könnél komáromi lehajtó fakabátok a felüljáróról mérnek, Jocó küldte ezt nekünk. Trafi a 12. kerületben az Istenegyi úton, a lefelé haladókat mérik, 40 km/h lehet menni. Mosó-Magyaróvárnál közúti ellenőrzés, 3 km hosszú a kamionsor. Valamint az M3-as, hogy Nyíregyháza felé a 104-es kilométernél mérnek a rendőrök nem autóból, hanem SOS segélytelefonnak nekitámasztva a készülék, és mellett áll egy rendőr. Ezt Móni küldte nekünk. Lezárták a Kiszteli utat a 104-es házszámnál az emelkedő közepén, sokan elindulnak felfelé, és tologatnak, forgolódnak, nagyon balesetveszélyes. A Zsákutca tábla nem viccből van kitéve. A nyár végéig lesz lezárva a csatornaépítés miatt, ezt István küldte nekünk. Köszönjük szépen. És még egyszer felhívjuk mindenkinek szíves figyelmét arra, hogy lassan az Isten sem ment meg minket attól, hogy vendégül lássuk itt a stúdióban V. Zolikát, a Balaton című sláger szerzőjét, előadóját, 87.591. Kicsit könnyen mi volt ez a 100.000. 87.591 megtekintésnél tartunk jelenleg. Hát vagy azt mondtuk, hogy meghívjuk, vagy hogy fölhívjuk. Egy előzetes casting után döntünk, hogy csak fölhívjuk, vagy meg is hívjuk. Illetve pontosabban valamelyik turné klasszára oda kiállítjuk a színpadot. A fölhívás az megvan, telefonos fölhívás, és utána pedig egy koncertje van egy nálunk. Egy dala. Hát a koncert azért élőben, az barokkos túlzás. Igen. Illetve unplugged akusztikus gitárral, ami ugye egy fő motívuma. És Elmuki, mit csinál most? Tényleg, mit csinál? Mit csinál most Elmiki? Jó, ha ott bulizz, akkor még mindig tart a buli. Gyere és tegyél, micsoda, gyere és gyakorolj rajta. Gyakorolj rajta. Gyere, hát ez történelem. Na, a csütörtök van, ez azt jelenti, hogy megjött hozzánk a mi Gáborunk. A háború
elkezdődött. Ivóvizeinket szennyezik, az ételeinket mérgezik, az állatainkat pusztítják. De egyre kevesebben vannak, akik még mernek harcolni. Manipulálnak, hazudnak, fogyasztásra ösztönöznek a nagyobb profit érdekében. De van valaki, aki szembeszáll velük, és soha nem adja fel. Génmanipulált élelmiszerekkel árasztott, antibiotikummal szennyezett, lejárt savatosságú ételeket cikkeztek át. Van valaki, aki kimeri mondani az igazságot, és segít dönteni. Az ember, aki értet küzd. Lépj be te is az elmentes övezetbe, Balázssal! Vigyázat! Hozzáadott színezőanyagot nem tartalmaz. Gábor! Hello! Jó reggelt kívánunk neked! Jó reggelt, szervusztok! Jó reggel. Jól vagy? Minden oké? Okay. Most sajogsz, jó kedvedben. Észrevettétek, hogy sose rossz kedvű? Ez nagyon nagy dolog. Hogy lenne egy ilyen arany csupaszív ember? Nem jött még be, depressziós, a rossz kedve, mindig mosolyog. Hát ez is egy más jó ember. Másnapos a borostással egy félig elfogyasztott marmonkanna tablettát borra. Egy kubai szivarral a kezében, félig még ég, igen. Tényleg, te iszol alkoholt? Néha így mondjuk karácsonykor, egy szilveszterkor. Nem szoktam. Semmi, de szőlőlevet azt iszom. Nagy mustot azt iszom. Na, abban legalább fél százalék. Jaj, tessék, gyerekek is hallgatnak minket, Gábor. Szőlőlevet iszol? Hát azért. A búzafüllé aktivizál, például zöldárpa. Hát nagyon jó. Ezek hasonló hatásúak egyébként, és nem okoznak részegséget. És mikor van egy születésnap, akkor mondod, hogy gyerek kocincsunk van egy jó házi főzésű zöldárpa. Ami persze nem vagy, nem iszol alkohol, csak hát ez ugye inkább ritka. Néha, és egyáltalán nem csábulsz el soha? Nem, azt gondolom, hogy nincs számomra ennek jelentősége, értelme, mert hogy nem akarom kerülni azt az érzést, ami a gondolkodással együtt jár. Tehát én szeretek gondolkodni. Uh-huh. De ti is szerettek, nem? Persze. Én nagyon szeretek, de csak néha az emberi szigondolás típusú gondolatai is van. Olyan megfejtések vannak, Gábor. Akkor vagyok igazán mély. Olyan mély vagyok akkor. Már rögtön ott kezdődik, hogy értsd a másikat, amikor azt mondja neked, hogy nem tudom, csak mondd már. Igen, bármit csak mondja. Mi van? Na. Hát igen, ezt szeretném elkerülni. Ugye kitört a nyár, mindenki elkezd fogyókúrázni, úgyhogy arra gondoltunk, hogy kicsit ezt így körbejárjuk. Nagyon népszerűek mostanában azok a fogyitabletták, amik egyébként most már abszolút illegálisak, és csak dílerektől, meg más országokból átszállítóktól, illetve hamis patikákból és online oldalakról lehet beszerezni. Ugye elkezdtek fogyókúrázni a nők, elkezdtek fogyókúrázni a férfiak, ki jön megtartóztatással, aki kapszulával. Így van. Ugye, hát ki melyik utat választja. Vannak néhányan, ugye nem itt a jelenlévők közül. Ki a Balatonban könnyít magán. Igen, egy úszóverseny előtt, ki pedig ugye mondjuk Atkinszel vagy bármi mással. És arra gondoltunk, hogy egy kicsit ezt körbejárjuk. Hogy ugye hát ennek most szezonja van, mindenki fogyókúrázni akar. Mivel kezdjük? A kapszulával kezdjük már azzal. Kapszula? Érdekel, hogy egy mit csinál a szervezetem, mert nekem van egy ismerősöm, aki lefogyott azzal úgy. Nekem nagyon sok ismerősöm van, aki most ezt szedik. Tehát, hogy mit csinál az a szervezettel, hogy fogysz tőle? Igen, tehát a fogyókúrás kapszuláknak két fő csoportja van. Az egyik a megengedett, a másik a nem megengedett. Ami megengedett, az általában az anyagcserét fokozza. A nem legálisok is ilyen hatásúak. És biztos ismerős ez a kifejezés számotokra, hogy sibutramin, ez egy most már betiltott, 2010-től már nem szabad használni, egy éhségérzet csökkentő vegyület, amit kivontak a forgalomból, mert növelte a vérnyomást, szívritmus zavart okozott, agyvérzést, infarktust. Tehát gyakorlatilag felpörgette a szervezetet? Így van. Ezek kicsit ilyen olyasmi hatásúak, mint amfetamin. Mondjuk amfetamin jellegű, meginnál egymás után 5 energiaitalt. Tehát elképesztően felfokoz. Egyébként pont emiatt zsírégető hatása is van. Ezért is gyorsabb a kiválasztás. Így van. Azokat fenyegeti ez, akik már évek vagy évtizedek óta fogyókúráznak, és ezt megunták, megelégelték, tehát önmagukat, és úgy döntenek, hogy bármi áron. És úgy gondolják az emberek, hogy ha csak néhány hétig fogyasztanak, vagy használnak ilyen kapszulát, ilyen anyagot, vegyületet, akkor utána abba hagyják, és nem lesz semmi gond, de ezt az 5-15 kilót ledobják. És ez is veszélyes. Ilyen mellékhatásként, hogy adott esetben mondjuk egy középkorú vagy idősebb hölgy vagy úr mondjuk szívinfarktust kap emiatt? Igen. Igen, mert hogyha nem szokta meg, főleg ha edzetlen az illető, ha nem szokta meg a testedzést, nem szokta meg a szív azt, hogy pumpál, akkor egy ilyen hatásra kórházba is kerülhet, meg is halhat, tehát szív. Ugye Magyarországon az emberek szíve nem az igazi, főleg aki túlsúlyos, és elkezd fogyasztani egy ilyen anyagcsere fokozó készítményt, és súlyos ártalma lehet. Ettől függetlenül vannak forgalomban elég sok olyan készítmény, amelyik viszont legális. Jó, csak még egy pillanatra az illegális, nekem van ismerősöm, aki szedi, és konkrétan szürkül a bőre.
Bár rengeteg vizet iszik rá. És olyankor, és abba hagyja, és visszahízik azonnal egy 10 kilót, mert ugye kialakul egy ilyen éhségérzet a szervezetbe, azonnal raktározni kezd, és lefogy simán, tehát beszedi 2 hét alatt, és tényleg ledob 10-et, majd 2 hét alatt ugyanazt a 10-et, azt vissza, na, is, vissza is szedi, eszik egy ideig, majd megint tart egy 3 hetes kúrát. És majd megint eszik, és attól se hagyja abba, hogy látja, hogy szürke a bőre, akkor is szedi. Hát no, nem sokára bejön, kérdezd meg. Ja, ő az. De szürkül a bőre. És iszik rá sok vizet. És azt mondja, hogy nem érdekli, ő ebbe belehal, ő nem fog többet fogyókúrázni, mert az egy önmegtartóztatás, ezt a kapszulát viszont csak be kell szedni, és dílertől hozatja magának. Aha. Tehát ugye ez mióta ez nem kapható kereskedelmi forgalomba. Vannak dílerek, akik ezt Romániából, másonnan, innen, onnan, olyan országban, ahol ez mondjuk legális, beszerzik. És hozzá. Azért én gondolom, hányszor mondtam neki, hogy nem lesz ennek jó vége, Csabi. És ha egyszer valaki megcsinál egyszer egy ilyen kúrát, tehát azt mondja, hogy oké, nincs más lehetőségem, hogy mint elmondta, egy évtizedek igen, óta próbálkozik. Egyszer beszedi, ledob 20 kilót, és utána esetleg valahogy tud rá vigyázni, akkor annak lehetnek káros mellékhatásai, még ha meg is úszta? Nem biztos, hogy lehetnek, de ha már csak 100-ból 5, akkor már beszélni kell róla. Aha. Nem biztos, hogy mindenki meghalt tőlem, vagy beteg lesz tőlem. Ennek ellenére vigyázni kell velem. A szakma, ugye az OET folyamatosan ellenőrzi ezeket, nézi, hogy anabolikus vagy lehet, narkotikum, dopping, stimulánsok, ezeket mind-mind ellenőrzik. Ez mind van benne. Ugye, hogy ezek egyike mások esetleg lehet benne, de ez nyilván nem csak a fogyókúrás termékekre, hanem a sporttáplálékokra is vonatkozik. Egyébként jó tudni, hogy különbözőféle diéták vannak, és nem tudom, tudjátok, hogy van olyan... csak egy pillanatra, miért vagy te ilyen érdeklődő? Azért, hogy csillogó, az ismerős. Olyan csillogó szemben is. Miért ilyen szürke a bőrök? Nagyon aranyosak vagy, de csak most... egy pillanatra megszületek, hogy keveset kérdeztél ebben a rovatban, de most egy 3 perc, nagyon érdeklő, hogy mivel kezdjük? Kezdjük a kapszulával. De azért soha nem jut le eszembe beszedni azt. Nagyon érdeklődő vagy te, csak mondom. Nem, csak a kis barátod, akiről beszéltél, teríti már lassan. Dílerkedik? Én nem élek ilyenek. Jó, gyanús vagy te, nagyon érdeklődő. Jó, tehát vannak természetes kapszulák is, ezt mondod, vagy természetes diéták? Vannak természetes diéták, ahol szintén használnak olyan gyógynövény kivonatok a gyógynövényeket, amelyek fokozzák enyhén az anyagcserét. Egyébként maga a koffein is ilyen, vagy a koffein tartalma különböző nyugati vagy keleti gyógynövények. Ezekkel is óvatosan bánunk, mert idegrendszerre ható anyagok. De most gondoljatok bele, hogy ha valaki mondjuk utifűmaké kapszulát, vagy olyan rost kapszulát fogyaszt, ami a saját tömegének 4-5-szörösére megduzzad a gyomorban, ez is tehetségérzést vált ki, semmilyen káros hatása nincs. Egyszerűen azt érzed, mintha megettél volna mondjuk 2-3 szelet kenyeret. Tehát van egy ilyen hatás is ezek a rostos termékek. Ez az egész fogyókúra nekem egy rohadt nagy ellenmondás, a termékkel való fogyás. Én ezt nem értem, de majd lehet, hogy segítesz. Egyél meg valamit, és attól lefogysz. Szerintem, tehát az egy életmódbeli, egy szokás változás, vagy egy változtatás, ez a, nem? Rosszul mondom? Tehát igen, a termékek, edd meg ezt, és fogyni fogsz. Hát attól nem fogsz. Tehát termékkel nem tudsz fogyni, életmódváltoztatással, szokásváltoztatással, evés megváltoztatásával, vagy időpontváltoztatásokkal fogsz tudni fogyni. Nem így van? Balázs, én azt gondolom, igen. Hogy tehát nagyon inkább, okos vagyok. Tehát, hogy... tehát, hogy nem mondd ki, mondjunk ki olyan dolgokat. Ezt ne legyünk ennyire szemlémesek egymás előtt. Igen, viszont vegyük azt figyelembe szerintem, hogy az emberek jó részének már az akarat ereje bizony nem olyan, mint volt, és egy termék ajánlása az számára egy kapaszkodót jelent. Hogyha az a termék nem egy illegális termék, hanem segíti a fogyás, mert rostos, mert mondjuk beállítja a vércukorszintet, mondjuk a cikória, a csicsóka, a káposzta, a zeller, a leves zöldségek, mind-mind vércukorszint beállítók, a fehérrépa is ilyen, utána nem kívánsz annyira már enni. Ilyen esetekben, vagy hogyha konkrétan egy kapszuláról van szó, ami teljesen jó anyagokat tartalmaz, utána könnyebben, tehát motiváltabb leszel. Hogyha mondjuk egy személyi edző is ott van, vagy egy rendszer, nem muszáj személyi edző, de mondjuk egy fogyókúrási rendszer. Nem tudom, ismertek-e olyan fogyókúrási rendszereket, ahol minden nap kapsz egy e-mailt, vagy egy héten kapsz egy e-mailt, motivációs levelet kapsz. Még mindig kövér vagy. Személyesen beszélnek veled. Most már kezdhetnéd. És tényleg azt, aki ír, az nem GPS-en beszél hozzád, vagy ez ír biztos, neked, hogy jó, hanem ez foglalkozik veled. Ez biztos, hogy persze, ez egy személyes dolog.
van ilyen program több is, külföldön is, Magyarországon is. De lehet egyébként ez egy például egy számítógépes vagy telefonos okostelefonos app is, vagy egy olyan kis kütyű, amit a kezedre relaxz és időre figyelmeztet, hogy mozogja. Igen, csak ha kapsz egy levelet, ha valaki azt írja, hogy tartsák ki, jó úton vagy, fogytál ennyit, még ennyi van, az személyesebb, mint egy app-től jön valami szerintem. Igazad van, csak azt akarom mondani, mert szerintem Gábor is akar ezzel a dologgal mondani, hogy ez mind jobb megoldás, mint hogy valamilyen kemikáliát fogyasszál abban a tudatban, meg abban a reményben, hogy te fogyni fogsz. Egyrészt a csoportterápia is segít, ha legalább még egy ember találsz, aki hasonló súlyban van, mint mondjuk te, hogy akkor legalább tudok együtt inni és buslakot. Megint nem sikerült. Enni és buslakot. De nézzétek meg, az emberek, amikor elhatároznak, hogy eljárnak mondjuk sportolni, edzőterembe futni, egyedül mennek, egy idő után abban hagyják. Van egy fellángolás, mennek, akkor akár hónapokig, évekig is eltarthat. Igen. Akkor kicsit később hagyják abban. Mindenképpen. Igen. Mi van a tinédzserek között hódító, vagy még egyáltalán még mindig hódít ez a nagy bulémia, anorexia, hánytatás? Ugye ők szintén egy könnyebb utat választva kicsit önképzavarosan mondják ki, hogy ez egy jó út, de nem gondolnám. Ezt a szülők sokszor nem is tudják, nem? Igen, muszáj ezzel foglalkozni, muszáj erről még mindig beszélni, mert ez egy ilyen tabu téma. Gyakran valóban a szülő sem tudja, hogy a leányzó túl van a pubertás időszakon, már a pattanások is fiúkon és lányokon is már csökkenne, és szeretne mindenki tetszeni, a másik nemnek. Ugye a fiúknál megindul az edzőterem, az izmosodás, hogy bemennek a terembe, és akkor csak biceps, meg csak fekvenyomás, aztán semmi vár és egyebek. Igen, látványizmok. És a lányoknál nyilván nem az izmosodási hajlam, vagy a kedv, hanem a fogyási kedv jön. És mivel tudjátok, hogy Hollywoodból olyan filmek származnak, amelyek a sovány alkatot javasolják és mutatják be, és tudjuk, hogy a színésznők is gyakran anorexiásak vagy bulimiásak, és ez a divat, ez a hóbort, ez a minta a lányoknál, hogy soványnak kell lenni, mert hogyha kövér vagyok, akkor csúnya vagyok, akkor nem tetszem senkinek, és ezért a 14-15 éves kortól kezdve megindul ez a hánytatás, amit legtöbbször a fogorvos vesz észre, ugye a fogzománc sérül, vagy refluxbetegség alakul ki, gyomorsabb följön, és ameddig csak lehet, a tinédzser ezt tagadja, másra fogja, rosszul van, vírust kapott, stb., majd idővel kiderül, és hát ugye szégyenletes dolognak tartják sokan, pedig ezzel foglalkozni kell, hogy az anorexia az a beteges alultápláltság, a bulémia az pedig a falánksági rohamok, tehát ilyen falás rohamok jönnek az emberre, azt a lelkiismeret fordulás és hánytatás, és ezt teszi tönkre a szervezetet. Atya Isten! És ha már az ilyen fiatalkori divatokról beszélünk, akkor mi a véleményed az álleszbikusságról? Figyelj, Gábor, pillanatra visszatérve a témához. Mi van azokkal a diétákkal, amikor csak egy dolgot mondanak? Én már ezt hallottam csokiból, már hallottam banánból, kizárólag csoki 6 napig, majd 1 napig ananász. Semmi. Kizárólag ananász 6 napig, 1 napig semmi. Az kizárólag banán 6 napig, aztán 1 napig semmi. 6 napos diéta, 6 napon keresztül bármit, 1 napig semmit. Ezekben lehet valami? Ezek a szétválasztó típusú diéták, ezekkel is lehet fogyni. Csak ezek hiányállapotokat idézhetnek elő, tehát csak citromot fogyasztasz, csak dinnyét, mondjuk amikor dinnye szezon van, akkor a dinnye abszolút fogyókúrás és zsírégető hatású. Tényleg meg azt lehet gondolom, játszani. Az emberek sokat cukor benne? Nem, de rengeteg a víz benne, és ugye a dinnyében annyi természetes cukor van, amennyi pont ahhoz kell, hogy ne legyél éhes, beállítja a cukorszintet. A gyümölcsdiétákkal ugye pont az a gond, hogy azért idővel csökkenni fog a cukor, ezért én inkább a zöldségdiétákat szoktam javasolni, párolt zöldség. De még a diófélék sem hízlalnak, hogyha megeszel, próbálnak, hogy megeszel zöldségfélékhez, nyers vagy párolt zöldséghez, 2-3 szem diót. Hát most eleve a párolt zöldségtől rosszul vagyok, ahhoz még diót is, a kettőtől külön-külön is hányok. Tehát, de most bocsánat, de tehát a párolt zöldségnél unalmas étel, hogy komolyan mondom, egye meg, akinek ez a te szétválasztó diétát. Se egy ilyen sem más. Én szeretem ezeket, de ha valami, amitől a hideg ráz, az a párolt zöldség. De Balázs, tehát, hogy a zöldségfélékből van 50 féle. Persze. Brokkoli, sárga. Nem, a spárgát imádom. Spárgát imádom, főleg amikor Viki csinálja, belépek a hálószobába. Viki spárgáját imádom, tehát ő zseniális. Mi van a nagy nevekkel, mint az Atkins, meg ezek még divatosak, hogy a fogyókúrában is folyamatosan valami nagy hullám bejön, akkor mindenki elkezdi követni, aztán ezek úgy feledésbe merülnek. Ezek vannak még, vagy ez még divatos? Vannak, voltak és lesznek, hogy szokták mondani. Ezek fehérje diéták, úgy nevezzük, hogy szénhidrát megvonásos diéták.
bizonyos értelemben majdnem mindegy, hogy hogy nevezzük, hogy most paleónak nevezzük, Atkinsnek, vagy fehérje diétának, szakmailag ez azt jelenti, hogy csökkentjük, megvonjuk a szénhidrátokat, a kenyérféléket, a burgonyát, a rizst, a tésztaféléket, a cukrot, a cukrás süteményeket. De például a fehérje bevitelre odafigyelünk, mert ugye azt tudjuk, hogy nagyon sokan itt cseszik el a dolgot, hogy ugye mi gyakorlatilag mindent megvonnak a szervezettől, de fehérjét nem pótolják, és így utána a szervezet viszont elkezdi lebontani a saját izomtömegét, tehát ami hasznos lenne, meg ami kell, azt is ledolgozza magáról. De ha megnézitek, a wellness diéta is lényegében abból áll, hogy bőr nélküli mondjuk sült csirke és párolt zöldséggel, vagy valamilyen salátával, tehát alapvetően szinte minden diéta abból áll, hogy fehérje plusz saláta, vagy gyümölcs. Alapvetően ami hiányzik ezekből a diétákból, az a kenyérféle és a cukor. Ez a lényeg most. Ezt el lehet adni 25 féleképpen, különböző módszerekkel, rendszerekkel. Az sem mindegy, hogy mikor eszel, vagy egy nap hányszor eszel, ugye az inzulin hatás miatt, hogy reggel eszed, délután, vagy este, hogy az esti étkezés, az gyakran hízlal. A délben, ebédre, amit eszel, az csak részben, reggelitől szinte soha nem lehet hízni. Ennek ellenére volt régebben ez a testkontroll, emlékeztek, hogy délőtt csak gyümölcsöt egyél, ne egyél semmi olyan komolyabb dolgot, és akkor délután legyen a fölvétel időszaka. És ott is sokan fogytak, mert ugye délelőtt nem fogyasztottak semmit, csak gyümölcsöt, annak volt egy zsíregető hatása. Én azt mondom, hogy a reggeli az nem rossz dolog. A vacsora, ami problémás, nem tudom, hogy ti, amikor hazaértek este, akkor szoktatok-e vacsorázni, de ugye a vacsora alapvetően hízlal. Na most ez nem azt jelenti, hogy ne vacsorázzunk, vagy nem jelenti feltétlenül ezt, hanem könnyű vacsorát fogyasztunk. Ilyenkor jön a párolt zöldség, ilyenkor jön a joghurt, ilyenkor jönnek a sékek. Ez is érdekes egyébként, mert most van egy nagyon divatos, ez úgynevezett harcosok étrendje, ami ennek némiképp ellentmond, és pont azt mondja, hogy este lehet sokat enni. És az, ha már a sékeket említetted, az jó, hogy kérek két séket, meg egy asztalt. Na, ezzel a komoly műsort hát még magasabb szintre emelted. Félek attól, hogy komolytalan tesznek ezt a nagyon komoly témát. Nem, csak kell egy kis humor bele, de nem fontos, amit mondasz, csak ugye mi mindig lavírozunk egy kicsit. Gondoljátok meg, szórakoztató és komoly legyen, hát csak hogy én úgy állok hozzá, hogy fogyni vágyó kedves hölgyek hallgatják a műsort, oda tapadtak a fülükkel a rádióhoz, és ti elvicceltek ezt a török lira, nincsen alatt véletlen néhány sékel. Jó, de akkor mit ajánlanál ezek közül? Nekem ezzel mindig az a bajom, hogy sosem az van, hogy vagy elfogadjuk így magunkat, vagy elkezdünk többet sportolni, hanem megindul az evéssel a varjálás, aztán általában ezek az emberek 10-ből 8-szor sajnos mindig valahogy visszahíznak, hiszen annak ellenállni, hogy ne egyél a legnehezebb. Tehát, hogy ezek közül melyiket? Például az Atkins, meg ezek a paleo, ezek jó dolgok? Vagy a szétválasztó? Tehát a szénhidrát csökkentés az mindenképpen jó dolog. Uh-huh. De ha mégis, én azt mondom, hogy ne hagyjuk el a kenyérféléket, csak ne estére tegyük a kenyér adását. És én nem hajítanék ki rögtön a konyhából ilyeneket, hogy natur pelyhek. Tehát újra visszatérünk. Hát, hogyha van, ugye? Igen, hát de igen, van, igen, az van a konyhátokban natur pelyhely, tehát ez a pelyhely remélem minden konyhában van. Hát most ne bánts meg azért, pehely, hogy van le volna. Tönköly pehely, ezek olyan triviális dolgokat mondasz, Gábor, hogy kezd egy kicsit rosszul esni. Annyi zappely van a konyhában, hogy ki kellett vinni a mosogató. Igen. A múltkor hozzám bejött egy ló, és körbenézett. Értem. Jó, így csak vagyok. Éreztem az illatot. Kis gazdák. Szerintem nem ettetek egy igazi jó vaníliás gesztenyés zapkását. Ebbe igazad. Mikor hozol már nekünk valamit, Gábor? Én fogom elkezdeni. Visszajövök az életmódtáborból, én hozok nektek, most nem tudtam hozni valóban, de nem fogom elkerülni ezt a fontos küldetést, hogy hozzak nektek. Sose tudom, hogy ebben a fogyókúrában vagy a fogyókúrázó embereknél melyik a nagyobb kihívás? Az önmagad valójában elfogadása, hiszen azért mégsem véletlenül kaptad azt a nagy darab testet, amiben élned kellene, vagy a lefogyás. És szerintem sokszor rossz út az, hogy te le akarsz fogyni, mert nem ezért kaptad ezt, ha te mondjuk túlsúlyos vagy és rosszul érzed magad, hogy változtass magadon, hanem megpróbáld elkezdeni elfogadni és megszeretni önmagad, és sokan félreértik ezt a fajta tanítást, mert azt mondják, hogy én nagyon kövér vagyok, majd lefogyom, és közben ebben nem az. Nem azt mondom, hogy így kell élni egy életet, nem azt mondom, hogy nem kell sportolni, de hogy senki ne értse félre. Csak szerintem, amit te egyébként tényleg nagyon jól csinálsz, hogy azt mondod, hogy ilyen vagyok, ez van, és ezt őszintén, önazonosan teszed és elfogadod magad, de szerintem jó, sokkal de jobb, mint végig szenvedni egy életet, nem lefogyni, és utána 60 évesen jössz rá, hogy arra ment el az időt, hogy 40 éven keresztül utáltad önmagad. Igen, igen, 150 kilósan azért most ez egy más dolog. Most az egy véglet, vagy egy 180-200 kilós ember, persze véglet, meg az, hogy fölmész három lépcsőt, és szakad rólad a víz, és lihegsz, nem, így nem kell élni az életedet, de csak ne, ebben nem mindig lehet, van egy tanítás. Pont ez az utat, hogy igenis
emelk egy felül magadon, itt van ez a te próbatételed, lép meg, szabadulj meg ettől a testtől, változtass az életeden. Ez is lehet. Mert ez sokszor azért vagyunk, hogy ez önigazolás is, amit te mondasz, hogy én nagyon jól érzem így magam a bőrömben. Persze. Nem, hát mondani, meg valójában eljutni odáig, hogy tényleg úgy érezd, azért az nem ugyanaz. Tehát az nem egyébként szerintem is borzasztó fontos, hogy ki hogy érzi magát a bőrében. Szerintem, ha valaki olyan túlsúlyos, ami már zavarja az életvezetését, az életét, akkor nem fogja jól érezni magát, és megszületik ez a döntés. Viszont Balázs, nagyon jó volt, amit említettél, hát, hogy... Most Gábor, már mondd ki, de tényleg. Azt gondolom, Gábor, hogy most... Igen. Tehát a görcsök feloldása. Tehát görcsösen fogyni az előbb-utóbb visszahat, és ugye ellene fog hatni, és hízáshoz fog vezetni ez a jó-jó effektus. És ez, amit mondtál is, hogy az energia a felpörgető kapszulák után visszajön a súly. Nagyon sok ember küzd azzal, hogy leadta a 10 kilót, és vissza fog jönni. Tehát aki fogyni kezd, az felelősséget vállal önmagáért, mert annak folytatni is kell. Úgy szoktuk mondani, hogy a fogyókúra az egy életre szóló életmódváltozás, vagyis aki átszakik a teljes őrlésű kenyérre, az eleve, és elhagyja a fehér kenyeret, az eleve sokat tett, kapásból egy 5-6 kilót le fog adni. Tehát pusztán azt mondom, hogy nem görcsölni kell, hogy fogyjak, hanem meg kell tanulni az egészséges szokásokat. És aztán ha átárál az ember, akkor... Tehát ez a napi 5-6-szori evés, sokan mondják, hogy az fogyaszt, ezzel is vigyázni kell, hogy mondjuk ne kakaós csigát és túrós batyút együnk, hanem az uzsonna szünetben, 10 órai szünetben alacsony kalóriatartalmú terméket, sovány tegyek. Gábor, te olyan szépen beszélsz, komolyan mondani, hogy olyan érzelmeket érzek magamban elbúrjánzani, amiket korábban még soha nem akarsz, hanem szombaton szeletelni egyet a Firestarter-tel. De azért viccelsz, Jani, mert te nem küzdesz ezzel a problémával. De fontos, ami fontos, amiről beszélünk. De érzem, hogy elérzékenyült most. Hogy ne? Igen. Én nagyon. Nem, csak én nagyon. Bár a Sonka nem hízzal őszintén szólva. Meg a kapszulát, tudod? Rohadtul egy nagy sonkát víziódál éppen. Egyébként az a helyzet, hogy amiket a Feri csinál és eszik, tehát a múltkor is az a pulykamelles dolog. Halál jó, ezek nem magas kalóriatartalmúak, tehát itt abszolút nem mondhatjuk, hogy most aki húst eszik, az hízni fog. Ugye a hússal, meg a paleo Atkins kérdéssel, ugye az a gond, hogy a túl sok hús a vérrendszerben, ugye az ízületekben lerakódásokat okozhat, nem kifejezetten csak a hízás, bár savasít a hús egy picit. És akkor még a legnagyobb mostani őrületről, a tíztartó diétáról nem is beszél. Igen, meg hát ugye a Ferinél sose az a lényeg, hogy mit eszik, hanem mit iszik, és mivel égeti el. Igen, de azt ugye össze kell párosítani, nem úgy van, csak veszed, hogy nem eszik, az nincs csak pálinka korcsolya. Igen. Mi volt ma a reggeli? Drága Gábor, mit reggeliztél? Én most főt árpagyöngyöt reggeliztem. Úgy éreztem, hogy a hűtés... A zsírégetés és a hűtés egyszer jelenik meg ugye az árpa esetében. Megengedtem egy kis diót mandulát, azért, mert reggel ilyeneket lehet fogyasztani. Aha. Estére már nehezebben. De már délután 4-től leállsz ezzel a dió bizniszzel. Milyen finom a dió egyébként? Zöldségesnél lehet kapni egy kilóra, gyerekek, nagyon jó, aki szereti. Meg lehet sütni, mézes sült diót ajánlok figyelmetekbe. Reggel árpagyöngyhöz, zapkásához, főtt búzához, vagy mézes kókusz reszelékbe forgassatok meg főtt búzát. A főtt búzát koktában érdemes készíteni, hogyha készítettek. Imádlak. Ilyenkor szeretek a legjobban, amikor megpucillál. De durva egyébként. Puhára kell főzni. Ilyenkor odabújnék, és megölelgetnének az kicsit. Hihetetlen. Lehet, hogy egy kellemes reggeli rendszer vendégül foglak benne. De ez már nagyon bár. Minden héten úgy jövök csütörtök, hogy hát ha Gábor most hoz valami két kis kübliben, valami kis kanállal valami. Egyszer ott lesz a műsor nálunk, mit szóltam? Jó, vagy hozzá valamit. Hát egy ilyen árpagyöngyös, süldiós, mandulás, zöld árpás tofut. Akkor olyan mondom, megkóstolni. Mindenképp. Hogy ha addig élek, vagy ha ti addig éltek. Ha valamelyikünk. Igen. Na jól van, hát akkor dicsértessék, ugye? Igen. Gábor, köszönjük szépen, hogy itt voltál. Jövő héten megint táborba mész? Milyen tábor? Csak egy mondatot mondj róla. Gyermekifjúsági tábor, úgy nevezzük, hogy fürkész tábor, tehát nem cserkész, hanem fürkész. Gyermekek jó életmódra, helyes szokásokra való szoktatása, egészséges táplálkozás, és a gyerekek is megeszik a vaníliás zapkását, megeszik a köles pudingot, ha hiszitek, hanem a datojás különböző krémeket, a fokhagymás tökmakrémet nagyon szeretik, jól kell elkészíteni. És akkor természetjárás, ismerkedés egy héten igen, keresztül? Sok sport, sok beszélgetés, zászlókészítés, éjszakai túra, Szent János bogarakkal. Ha persze. Igen, csapatok vannak, kapitányok vannak, zászlók vannak, énekeket kell írni. Csicsók a sűrítmény is ott van az asztalon, ki szoktam tenni fakultatív jelleggel, aki kér belőle. És nincs wifi. Nincs okos telefon, nincs. Szó sincs róla, nincs. Semmilyen. Szó se lehet róla. Egy hétig megáll az élet, és a gyerekek úgy mennek haza, hogy fölüldültek,
és van élet a bolygón wifi nélkül is. De jó, nem, ezek nagyon jó dolgok. Gábor, akkor két hét múlva. Jó? Én köszönöm, ha két hét múlva jöhetek, és remélem találkozunk. Hozzá ne felejtsd a reggelit. 3:49 lesz pontosan. 3 perc múlva jövünk a hírek után. 9 perc múlva pontosan 9 óra. És egy-két friss közlekedési hír gyorsan. Trafi Újpesten, az Árpád úton, a Shopstop közelében Újpalota felé pont erre küldte nekünk, és az M1-esen a 86-os kilométer után felüljáróról lövik a Budapest felől érkezőket. Ez pedig álmos üzentem. Mi pedig hármasugrást játszunk már is valakivel. Hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Ádám, jó reggelt, hello! Hello, sziasztok! Hello, szia. Ádám, honnan hívtál minket? Budapestről. Dolgozol? Otthon? Nem, a pihenek. Na, már végeztél tényleg? Aha. Mit csináltál? Hát nagybani piacon dolgoztam. Az egyik legkoraibb műszaka, lehet így mondani. Igen. Hát, ja, elég jó. Akkor most gyorsan nyugovóra térsz így reggel 9-kor, és előtte gondoltad, még megpróbálsz játszani belül? Igen. Jó, nyertél már valaha valamit? Volt? Sikerült már bekerülnöd? Nem, még nem. Nagyon jó. Milyenek a kérdések, Jani? Tök könnyű. Tényleg? Aha. Az elsőt és a harmadikat tudni fogod. A másodikat azt nem tudom, hogy tudod. Na, meglátjuk. Nem, nehéz. Így nem szól az első kérdés, Dedikát nyakba akasztóért. Melyik hazai tóról írt nagy sikerű dalt V. Zolika? Balaton. Hát, és ki is mondtad ennek a hihetetlen, nem egy nyári, két nyári, sok nyári slágernek a címét. V. Zolika, Balaton. Tőlünk hallottad először V. Zolikát? Nem, de úgyis már ismertem. Ismerted V. Zolika, Balaton? Egyébként kedvencem. Hát, eléri a 100 000-et, akkor eléri a 100 000-et, V. Zolika, Balaton, elfogja szerintünk már ma, akkor fölhívjuk, és meghívjuk egy dalt előadni valamikor. Élőben a klassz nyár valamelyik helyszínén. Azt még gondoljuk át. Jó, mehetünk tovább? Szerintem igen. Dedikált egér alátétért így szól a második kérdés. Milyen színek láthatók az ENSZ lobogóján? Ne kapkodj. Milyen színek? Igen. Kék. Egy. Fehér. Kettő. Még úgy mondtad volna, de jó, igen, ha megállsz, akkor jó, meg vagyunk. Zöld-lila. Ne. Kék-fehér. Szimplán. Igen. Jól van. Harmadik kérdés. Neki menjünk? Nehéz? Vagy milyen típus? Én megmondtam az elején, hogy az elsőt és a harmadikat tudni fogod. Szerintem tudható. Akkor hiszek felének. Jó. Megnézzük, így szól a harmadik kérdés dedikált Morning Show-s óráért. Melyik növényt nevezik népiesen török búzának is? Egy nagybani piacos. Török búza. Á, nem olyan nehéz ez szerintem. Török búza. Árpa, nem tudom. Miért? Ne, kukorica. Ne. Kukorica. Kukorica. Kukorica, persze. Török búza, kukorica. Jó, bummazunk egyet, hát ha jó, indulnak az ajándékcsomagok, figyelj, még nincs veszve semmi, meglátjuk, hogy mi lesz, figyelj, tiki-taki. Azt a mindenit neki. De csak speciálba, csak nektek. Speciálba. Speciálba. Gyerekek. Nálad is? Nálam mi? Nálam is. Azt a mindenit. A szemem kisül. Ekkora bum. Adott a szoftver. Hát figyelj, ilyen bumra én is adnék. Anna, nálad is villog? Nézd meg, villog nála is. Oda nézott, ha fölkapcsolt a villogóest. Ádám, megvan az ajándékcsomagod, adott a szoftver. Köszi. Százból egy vagy. Komolyan. Van egy szép kis Morning Show-s ajándékcsomagod, ráadásul dedikáljuk is. Jó? Jó. Ferinek amúgy szeretnék mondani valamit. Add vissza a pénzt, amit kölcsönöm. Igen. Nem. Egy jó mulatószám van, ducidilik, nem kell nekem a díjta. Nem kell nekem a díjét. Jó, meghallgatjuk. Oké. Ducidilik. Tetszeni fog. Ducidilik. Aha. Atya Isten. Nem kell nékem a díjéta. Igen. Keresi, csak mindjárt meghallgatjuk a hírek alatt. Ádám, köszi, gratulálunk neked, küldjük az ajándékcsomagot. Okay. Jó? Hello. Ez volt a hármasugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. 4 perc van pontosan, 9 óra jövünk a hírek után.
9 óra volt 11 perc, jó reggelt kívánunk mindenkinek, hello, drága Morning Show hallgatók, itt vagyunk, holnap pedig már élőben találkozhatnak velünk a szegediek, mert hogy megyünk Szegedre, méghozzá a Duganics térre, ahol ugye élő rádió műsorok a Klassz Nyár keretén belül, Csabi utánunk aztán Piros, sőt, mi több, Vastag Csabi és Vastag Tamás is Hopszi. Érkezik hozzánk először az üvegstúdióba, egy kis beszélgetésre, majd 10 órakor felmennek a színpadra, és sikoltozó, beröpülő bugyik és sikoltozó nő közepette előadják legnagyobb slágereiket. Így van, az összesen. Vézolika még nem lesz ott. Vézolika még nem lesz még ott, nem, de holnapra elérjük a 100 000-et a 40 000-ről, úgyhogy Vézolikát lehet, hogy már holnap felhívjuk. De ehhez a ti szükségetekre is szükség van. Még tehát 600. Nézzétek meg, és lájkoljátok a Vézolika Balaton című nagy sikerű száma. Őrület, annyira rossz, hogy egyszerűen szeretjük. Pár napja, mert áttaláltunk, és őt egy gyöngyszemnek tartjuk. Ugye a mulatos adásunk óta Vézolikával mindenképpen kell csinálunk, ha beszédképes, akkor egy interjú. De szerintünk ott az alapján... A Balatonpart és sütödék és a vendéghaja királya ő. Imádjuk őt, igen. Szóval holnap Klassz Nyár Szegedem, és a buli az ugye két részre osztott, mert hogy az eleje az a Duganics téren kezdődik majd, és a második felvonás pedig az Erzsébet ligetben lesz. 3:30-kor Kassa Tibi, aztán Rúzsa Magdi, a Hooligans és az Ergo zárja majd a sort, 8:30-kor lép Robi zenekarával a színpadra, gidák nélkül. Most egyelőre úgy néz ki, gidák nélkül jön. Így van. Más de az irány. Így van, Robi a lényeg. Úgyhogy holnap várunk mindenkit Szegeden. Egy nagyon jó hangulatú kis rendezvény ez a Klassz Nyár. Koncertek, műsorvezetők, ott leszünk, mindenki jön a rádióból, sokan vannak. És nagyon régen voltunk már Szegeden. Jó hangulat. Szegeden igen, tényleg régen voltunk, talán 2 vagy 3 évvel ezelőtt utoljára. Úgyhogy holnap Duganics tér. Jó? Várunk mindenkit. Jó. Szeretettel. Csak azon a gyalog, megmondom nektek őszintén, és ezt most tényleg mindenképpen beszéljük meg, mert számomra ez egy nagyon fontos program lesz most az elkövetkezendő 2 napban, hiszen a családdal együtt megyek le, hogy akkor most a csupasz pofájú Tamarin Ketrecénél találkozunk, vagy az aranyarcú Gibbonnál majd a Szegedi Vadasparkban. Hát hol a Gibbon, ugye? Azt szoktuk kérdezni, tehát szerintem az. De mi a két választás? Tehát, hogy akkor vagy esetleg szóba jött egyébként még talán a fakóló antilop is, de most akkor az aranyarcú Gibbon, vagy pedig a Tamarin, a csupaszpofájú Tamarin Ketrecénél találkozunk. Szerintem sehol. Az M3-as autópálya végén, ahol letérünk a pályáról, Máté Szalga felé mérnek, ezt Dávid küldte nekünk. Trafi Újpesten, az Árpád út 173 előtt Újpest központ felül jövőket mérik, ezt Rosszalka üzente. És nem tudjátok, az Árpád hídnál még ma is ott a csúszda, kérdezi Kriszti. Ez valami egynapos promóció volt valamilyen cégnek, ahogy láttam. Ja. Tegnap kerestem, és nem találtam. Aztán nem tudom, hogy miért nem találtam, mert akkora volt, hogy majdnem elfoglalt egy teljes lépcsőd. De... Ez még annyira te vagy, hogy nem találod meg. Tehát, hogy... A 4 följáró van. abból 2-t megnéztem. Ez a tipikus tesztorít, hogy egy bazi nagy csúszda ott van kiállítva az Árpád hídnál, mindenki csúszhat, valamilyen cég promó, nem tudom, már olvastam, csak elfelejtettem. És hogy oda mész, oda utazol, csúsznál egyet, és nem találod meg. Tehát ez... Nagyon nehéz egyébként, mert valamelyik lépcső lejárna az Árpád hídnál. Tehát körülbelül ez mint a Madison Square Gardenben a 6-os számú férfi vécét kellene megtalálni, de az nehéz. De hogy az Árpád hídnál egy ilyen csúszdát megtalálni, nem annyira. De nem sikerült. Nem sikerült. És elmentél egyhez, mondtad nincs, elmentél még egyhez, és föladtad? 2-t néztem meg, mondom, akkor nekem erre nincsen idő, bocsánat, ha más dolgom, és nem találtam meg. Ez jó. Igen, valaki írja meg, hogy ott van-e, mi nem tudjuk ezt most így pontosan. Na, viszont a rövidfülű elefánt cickánynak a Ketrecénél, ha esetleg gondolátok, összefuthatnánk. Jó, ott vagy várjál a vörösorú ormányos medve is, hogyha szóba jöhet, akkor mindenki. Hogy? Szegeden van mindez, vagy itt Budapest? Inkább Szeged. Jó. De ha Budapestnél várnátok, akkor később jön. Egyébként a Budakeszi Vadasparkot szeretjük. Még mindig van jegyünk a Top Gear live show-ra. Ugye most már napok óta sorsolunk jegyeket. És azt hiszem, hogy a mai talán a legexkluzívabb, mert ha valaki ma nyer, valami olyat csinálhat, ami nagyon ritka, sőt, mi több talán eddig mindössze erre egyszer volt csak példa, hogy egy külső show-t, egy külsős embert engedjenek szerepelni a showban. Hoppá! Hoppá! Ez nem akármi. Egy hammerrel fognak átugratni felette. Igen, mert egy külsős embert soha nem engednek showba beülni bármelyik kocsiba. Egyikbe se. Senki nem ülhet be sehova. És most egy hallgatónknak lehetősége lesz arra, hogy részt vegyen a Top Gear live showban. Utas lehet egy Dodge Viper autóban, és részt vehet a showban. Ez kemény. Ez nagyon. Ez egy életes szóló élmény. Oda ülhetsz Jeremy mellé. Bizonyám. Ugye július 1-én van ez a show a Budapest Sportarénában, és
jegyeket már adtunk, Stiggel közös fotózást, backstage látogatást, illetve hát a show való részvételt. Viszont azt, hogy egy Morning Show-s Klassz FM-es hallgató részt vehessen a Top Gear live showban, ezt eddig nem. A kérdés pedig úgy szól, amire helyesen kell válaszolni, baromi nehéz és hihetetlenül bonyolult, melyik országból származik a Top Gear autós tévéműsor? Hát ez döbbenet. Nagyon nehéz. Hihetetlen. Nehéz a kérdés. Ezt kell elküldeni az SMS számunkra. Jó, ha valaki ma nyer, amellett természetesen, hogy a show többi részét is megnézheti, ott lehet. De ez nagyon nagy ember. Úgy vezet a három. Fölhívjuk, hogy milyen volt. Úgy vezet a három csávó, hogy megőrülsz. Tehát ők szoktak ilyen teszteket nyomatni, ugye saját kútfőből is, amit mondjuk nem értek, hogy hogy adnak nekik még autót, mert a múltkor álltak valami embertelen Rolls Royce előtt, ami 150 millió forint, így állnak, és akkor mondja az egyik, hogy ezt az art. Mennyire igaza van egyébként, hogy mennyire nem ér az az autó, annyit tök igaza van. Persze, de az is reklám. Tehát abban hát a műsorban igen. Tudod, már mindegy, hogy mi, ha már benne vagy, az már reklám. Megnéztem, ez a Dodge Viper, ez ilyen 3-4 másodperc alatt gyorsul fel 100-ra. Mondjuk ezt nem tudom, hogy meg tudják-e prezentálni bent az arénában, de hogy egyébként azért ez nem egy gyenge autó. Nem. Igen. Ez volt a Bérezói klipében a balatoni nyárban is, egy Dodge Viperrel. Azért azóta már újult egy igen, kicsit. De azóta már picit máshogy igen, néz ki. De véletlenül kulcsomóval meghúzták, és azóta is fizet. Jó, de melyik országból származik a Top Gear autós TV műsor? Ez tehát a kérdés. És aki ügyesen válaszol, tényleg azok írjanak, akik rajongók, ki szeretnének ott lenni, nem nyereményvadászok, azok közül valaki részt vehet ebben a showban. Két napja azon gondolkozom, hogy kire hasonlít Vézolika ezzel a hülye hajjal, kérdezi egy hallgató. Hát ezt már mi is próbáltuk fejtegetni. Hát egyébként. Igen, sokan azt állítják, hogy Mr. Spockra a Star Trek univerzumból a haja alapján, de egyébként van benne egy kis aracki. Egy minimális aracki, Laci? Milyen? Te láttad most az arackit koncertezni. De egyébként tényleg van, csak ő neki most ilyen kicsit fakóbb a haja, tehát nem ez a sötét már arackinak. Igen. Aha. Megszívta a nap. Megszívta a nap, de úgy, hogy csak a felső borító réteget, tehát alul még kilóg egy kicsit a sötét, és a felső réteg az egy igen. Ilyen szőkés barna. És egy nagyon-nagyon picit, de tényleg csak egy árnyalatnyi Hugh Jackman. De nagyon, hogy egy árnyalat. Azt mondta ő igen, is. Tehát, igen, de arra cik, Hugh Jackman nagyon pici, egy leheletnyi, ha lehet így mondani. Beszéltünk ugye a mi kis Viktorkánkkal, aki egy hős, és van itt valami, amiről szeretnék két mondatot mondani, mert nem értem. Persze a két mondat sose két mondat, ezt ti már egészen jól tudjátok. Hogy ugye ez a férfi, aki kedden délelőtt épte ki Viktor nagymamája nyakából az aranynyakláncot, és utána az asszony a kisunokája azonnal üldözőbe vette, és a bátor óvodásunk, ugye hát a mi kis Viktorunk, akivel beszéltünk, a férfi lábán csimpaszkodva próbálta megállítani ezt a bűnözőt, aki kiszabadította magát, majd később egyébként elfogták. És ugye kiderült erről az emberről, hogy ő egyébként mondhatni, ezzel a jó szóval élve, ugye rutinos bűnözőnek számít, lopás, garázdaság, emberölés. Ez a durvább része. Egyébként 15 évet. És 15-re ítélték, de 11 15 év, igen, hát mintarabnak számított, és 11 év után szabadulhatott. És hogy ő most kiment az utcára, fényes nappal egyébként egy gyerekkel, egy nagymamával, egy anyukával sétáló család egyik tagjától a nagymama nyakából letépett egy aranynyakláncot. És ezt az embert kiengedték. Szabadon van újra. És én értem, hogy önmagában nagy különbség van a között, hogy valaki mondjuk rablást és lopást követel, de hogy van az, hogy azt mondják, hogy nem áll fel a bűnismétlés veszélye? De, hogy nem aha. Fogja megcsinálni még a egyszer? A szökés és az elrejtőzés, és hát most azt mondod, hogy hát nem indítványozták az előzetes letartóztatását, de most egész egyszerűen azonnal engedjék ki, ki is engedték. Hogy ez hogy a fenébe van ilyenkor? Tehát azt gondoljuk hogy egy ilyen emberről, aki 11 évet ült egy bizonyos dologért, most megint csinált valamit, azt gondoljuk, hogy nem fog csinálni semmit, ugye, ez volt, hogy ez a bűnismétlés veszélye, de most jön a még jobb rész, amikor azt mondják, hogy nem fog eltűnni. Miből gondolod? Persze, meg azt is értem, hogy büntetési tételben nyilván más az, hogyha valaki, nem tudom, rabol, meg ha valaki, valaki lop, bár igazából nem tudom, hogy az valakinek a nyakából letépni egy aranynyakláncot, az persze nem lehet a rablás kategóriába sorolni, de talán kicsit durvább, mint a lopás. De hogy
ugye a rablás akkor lett volna, ha esetleg bántja, vagy valami történik, nem bántott, ellopta ezt az aranynyakláncot, és így próbálta a dolgot megtartani. De hogy a fenébe engednek? Igen, itt az indoklás az, ami az emberek nagyon szemet szúr, ez a nem áll fenn a bűnismétlésnek az esélye. Aha. Tényleg nem. Hogy nem volt hely az előzetesben? Kár, mert azt elfogadom, hogy gyerekek, nem tudjuk etetni, nincs ágy, menjen haza. Néha nem értek egyébként dolgokat. Most olvastam tegnap egy megdöbbentő esetet, és egészen felháborodtam. Hogy döntenek bizonyos ítélőtábláknál emberek, akik valószínűleg van gyerekük, akik valószínűleg családos emberek, szegedi ítélőtábla. Következő az ügy. Tegnap akadtam rá, elolvastam, a szőr felállt a hátamon, és amikor elolvastam az ítéletet, akkor azt mondtam, hogy ez egész egyszerűen nonsens. Van egy 56 esztendős vádlott, és van egy kiskorú, 9 éves egyébként lány, ez az ember, ez juhászként dolgozik, ő kitalálta, hogy szeretné ezt a kislányt egyébként molesztálni. Hosszú-hosszú éveken keresztül tette ezt meg, 30 kilós volt a gyermek, aki önerőből ment el évek múlva, aztán segítséget kérni, önkormányzat, megtalálták. A kislány mindig próbált védekezni, csak hallgassátok meg az esetet, az ittes férfi egyébként megverte, a nadrágszíja csatos felével bántalmazta, vagy kampós bottal kényszerítette, hogy feküdjön az ágyra. A gyermek szólt az anyukájának, hogy vele ez történik. Oda ment az első eset után, az első szexuális zaklatás után, oda ment az anyukájához, és azt mondta, hogy anya, velem ez történt. Az anya azt mondta, hogy ne foglalkozz vele, majd abba hagyja. Na, Isten, gratulálok. Ne foglalkozz vele, mert abba hagyja. Éveken keresztül zajlott a dolog. Ugye a kislány beszámolt arról, hogy a nevelőapja rendszeresen zaklatta, de az anyja folyamatosan ugyanazt mondta, mint korábban. Hogy ne törődj vele, abba fogja hagyni, nem kell vele foglalkozni. Kiderült, hogy elhanyagolták, hogy egész hétre magára hagyták, hogy neki kellett az állatokat gondozni, hogy ő takarította a házat, ha volt valami, amiből tudott főzni, akkor főzött, nem adtak neki pénzt ennivalóra, volt, hogy a szomszédok segítették élelemmel, és végső kétségbeesésében, végül is ugye, ahogy írja a cikk, érzelmileg teljesen összetörtem, 2012-ben ő elment a polgármesteri hivatalba segítséget kérni, mivel nem mert hazamenni. Mit mond erre a bíróság? A szegedi ítélő tábla, oké, férfi természetesen az egyértelmű bizonyítható 13 év fegyház büntetés, mennyit kapott a nő? Aki szerintetek, mint az édesanyja, az anyu, tudott erről, hagyta, nem emelte ki a gyereket, nem szólt rá az apjára, nem akadályozta meg, végig nézte éveken keresztül, tudta, hogy ez történik, semmit nem csinál. Hogy mit csinálnál egy ilyen nővel egyébként? Ugye a férfi megkapta, ez egy dolog, de ott van az anyja a gyereknek, aki semmit nem tesz meg a gyermek védelmében, és értem, hogy nem ő követi el a bűnt, de ha tudsz róla, ha hallgatsz, ha te ebbe beleegyezel, ha ezt nem akadályozod meg, ha nem szólsz a rendőrségnek, mondjatok valamit, hogy körülbelül mit kapott. Leült, nem hány ült, éves két most a gyerek, év. Azt tudjuk. 9 éves volt, most 2014 van, nem tudom, hogy ez pontosan mennyire igazolt. Nem vagyok ezzel az ügyel annyi. Ezt azért kérdeztem, mert ha a gyerek most mondjuk 11 éves, és lecsukod az anyját, érted? Akkor a gyerek rosszabb, igen, körülmények között... Nem biztos. Mert most gondolj bele, hogy egy ilyen anyánál nem jobb akkor az állami gondozás? Igen, igazad van. Nem jobb bármi? Nem tudom, szerintem egy év felfüggesztett kapott. Egy év felfüggesztett? Tehát te azt mondtad, hogy nem is ment börtönbe, se ültették. Mit kapott? Két év letöltendőt. Két év letöltendőt. A gyerek anyja, aki a történetekről az ítélet szerint mindvégig tudott, kiskorú veszélyeztetésért 2 év, 4 évre felfüggesztett börtönbüntetést kapott. Felfüggesztett börtönbüntetést, vagyis nem kapott semmit. Majd, ha újra elköveti, akkor börtönbe megy. Érted ezt? Hogy milyen világ ez? Hogy ott ül a bíró, és azt mondja, abban, hogy 4-5 éven keresztül rabszolgaként tartottak egy gyereket, tudott róla, nem szólt, nem csinált semmit, nem akadályozta meg, nem foglalkozott vele, és azt mondja, hát jó, hát most akkor majd megfenyítjük egy felfüggesztettel. Hogy ez milyen világ ez? Hogy működik ez? Hogy milyen döntések ezek? Igen, nem? Amikor ténylegesen az emberben úgy annélkül tényleg, hogy megpróbálnék így, tehát, hogy nem akarok tényleg demagóg lenni, de hogy ennek hát a gyereknek nem jobb bárkinél? Én nem is értem, itt nem hiszem, hogy az volt az indok, hogy engedjük vissza ezt a gyermeket, engedjük vissza az anyát a gyermekhez, hiszen olyan jól végezte a dolgát, és olyan jó szülő volt. Élet, lehet, hogy családfenntartó, nyilván ezeket mind figyelembe vették, de nem lenne jobb neki bárkinél ennek a gyermeknek? Döbbenet. Hát tudott róla, és a gyerek segítséget kért. Kapnak. Éveken keresztül mondta az anyjához, ment az anyjához, hogy segítsen neki.
és hogy valamit csináljon, mert ez a juhász ember ez egyébként ezt csinálta ezzel a gyereke. 9 éves volt, amikor ez elkezdődött. Hogy függeszted őt fel? Elképzelhetetlen. És tudom, hogy nem érzelmi alapon hoznak döntéseket. Nyilván a jog is pontosan megmondja a BTK, hogy milyen büntetési tétel, és milyen paraméterek alapján mit, kire, hogy mennyit kell kiosztani, de azért ez megdöbbentő, nem? Anyuka nem lehetett mondjuk túl okos. Nyilván, persze. És ha tényleg az, hogy mondjuk ő a család fenntartó. De akkor sem, nem. Próbálom mentegetni, tehát én próbálok vele lenni egy kicsit, hogy bírósággal lenni, de nem nagyon találok kapaszkodót. Az a baj egyébként, hogy még sajnos még ebben sincsen ilyen formában igazat. Tehát ez nem volt az anyukottól okos. Nem kell okosnak lenni ahhoz, hogy szeresd a gyereket, de az az ember, aki ezt hagyja, az nem szereti a gyereket. Igen, csak ha ő is például jó, nem törődj vele, nem, igen, valószínűleg itt szocializálódott, igen. Tehát a családban már előfordult, és ezt ő természetesnek veszi, de akkor se felmentő az, amiket mondok, csak próbálok egy kicsit a bíróság agyával gondolkozni. Most képzeld el, nem megy, hál' Istennek. Képzeld el, hogyha ez az ember még teherbe is ejtette volna. Döbbenet az egész, persze, és hány olyan dolog van, amiről nem tudunk, tehát egy ilyen cikkelolvasás után hány gyerek van, meg hány olyan fiatalkorú van, meg hány olyan nő van, aki el sem megy, meg éveken keresztül tűri. Tehát, hogyha valós számot kaptánk egyszer erről egyébként, hogy a azonos háztartásban élők közül hányan szenvednek el szexuális erőszakot úgy, hogy soha nem beszélnek erről. Leginkább a szégyenérzetük miatt, nyilván ezzel azért nem mész mindenkihez, és nem mondod el mindenkinek. Ha egyszer megtörtént, valahogy megpróbálsz rajta túl lenni, ha többször történik, akkor is inkább annyira szégyenlet, hogy hallgat, sokkal nagyobb trauma elmenni, és ezt elmondani valakinek, mint egyébként tűrni. Sokszor már azt mondják, ugye, hogy azért nem is derül ki. Ez egy valós szám lenne szerintem, itt mindenki letérdel, hogy Jézus Isten, ezt nem gondolta volna. És egy ilyen szinte trauma, ez feldolgozhatatlan az egész életében. De hogy azért ez megdöbbentő, és nem gondolnám, hogy ezek az emberek egyébként újságot olvasnak, és akik hasonló helyzetben tartják a saját lányukat, az azt mondják, majd újságot olvassák, hogy hát ha ő is megtette, én is megtettem, de milyen üzenete van ennek? Milyen üzenete van ennek, hogy azt mondod, hogy ezt valaki büntetlenül egyébként szülőként megteheti, nem? Milyen üzenete van a szegedi ítélőtábla ítéletének egyébként, hogy 2,5 év felfüggesztett, vagyis tulajdonképpen hát megdorgálunk, majd ha legközelebb valami jött csinálsz, elnye, akkor viszont hát ugye... Anyuka, ha legközelebb a másik lányát erőszakolgatják, akkor majd már felfüggesztetje van, tehát jó odafigyelni, hogy nehogy aztán élesedjen a bomba. Érted? Szóval, hogy ez teljesen nonsens. De legalább a férfi sokat kapott, tehát hogy legalább azt gondolja az ember, hogy az megkapta a megfelelőt. Tehát 13 év fegyházbüntetés. És állítólag oda bent adnék, az ilyen gyerekekkel erőszakoskodóknak nincs jó dolga. Nagyon-nagyon meg is érdemli. Nagyon-nagyon meg is érdemli. Persze. Na mindegy, de érdekes szerintem. Ugyanez, hogy érted, letépsz egy fényes nappal, ilyen előéleted van, és azt mondják, hogy hát nem áll fenn a bűnismétlés. Hát, hogy menjen ki, aztán majd lesz valami. Igen. Érted, miközben egyébként egy 7 éves gyerek térdelt a lábán. Hogy, érted, hogy mi alapján mondja azt, hogy nem áll fenn a veszélye. Hát az ember egyébként konkrétan korábban embert ölt. Akkor... Döbbenet. Tényleg, néhány dolgot annyira nem értek, hogy működik. Jó, már jönnek a megfejtések, jöhet még. Ugye a kérdés úgy szólt, hogy melyik országból származik a Top Gear autós tévéműsor. Ezt kell nekünk elküldeni SMS-ben. Szerintem egy nagyon nagy élményt sorsolunk majd egy hallgatónak. Dodge Viperben ülve részt vehet a Top Gear live showjában július 1-én a Budapest Sport Arénában. Jó, mindjárt hívjuk a nyertest, és jövünk a nap legjobb pillanataival. 10:15 pontosan 6 perc el, de mindig azt várom, hogy a szám végére meghalljon, nem? Tehát, hogy nem nincs benne élet. Kész, megvágták, valahol vérzik egy erdő szélén, még így énekel, és vége. A szám cím, vagy mi? Egyébként nem rossz. Hát... Csak úgy várja az ember, hogy úgy ki lehelye a lelkét. Igen. Mármint a számnak. Nem a számot akartam. Én nem szeretem. Bántani ezzel. Na. Érted. Azt nézem, hogy milyen közlekedési híreink vannak, mert hogy vannak. Mondom is. Fontosak. 5 kilométeres dugó matrica ellenőrzési céllal az M1-esen Mosómagyaróvárnál. Ezt Frost küldte nekünk, úgyhogy ott mindenki erre készüljön. M3-as autópálya végén, ahol letérünk a pályáról, Máté Szalka felé mérnek, üzente nekünk Dávid. Van egy trafing szintén Újpesten, méghozzá az Árpád út 173 előtt. Az Újpest központ felől jövőket mérik. Rosszalka üzente, és az M1-esen a 86-os kilométer után felüljáróról lövik a Budapest felől érkezőket, ezt pedig Álmos küldte nekünk. Mi pedig nem sokára indulunk Szegedre, holnap Klassznyár első állomása, Szeged Duganics tér és Erzsébet liget. Vastag Csabi, Vastag Tomi 10-kor nálunk a Duganics téren, és aztán délután Kassa Tibi, Rúzsa Magdi Huligensz és az Ergó
Kassa TV 3:30, és az Ergo 8:30. Tulajdonképpen ez a két véglet, köztük pedig Rúzsa Magda és a Hooligans. És reméljük, hogy nagyon-nagyon sokan lesztek ott, nagyon régen találkoztunk egymással, úgyhogy várunk titeket. Igen, a stúdiónknál. Janinál lesz az ajándék. Igen, nálam mindig van. Igen. És azért szóval tök ingyen, most nem úgy értem, de komolyan, de egy Hooligans-t megnézel ingyen, egy Ergót, igen, egy Rúzsa Magdit, egy Kassa TV-t, hát azért ez sokszor sok pénzbe kerül, csak önmagában egy-egy ilyen koncert, nem? Így van. És ez nagyon, nagyon klassz kis sajnos dolog. Sajnos a Béz Zolikát még nem tudjuk levinni magunkkal, de majd talán ennek is eljön majd az ideje, értitek, ugye? Béz Zolika. Béz Zolika és a Balaton, igen. Mutatjuk a nap legjobb pillanatait, miről is volt szó, ott Gábor volt a vendégünk, a fogyókurákról beszélgettünk, azon belül is a mostanában nagyon népszerű fogyókúrás tablet, amit ugye most már az ember nem tud megrendelni, csak ha van jó dílere, mert hogy Magyarországon illegális, de volt idő, meg talán még most is, amikor is ezt nagyon sokan szedték, egyfajta sláger termék volt, aztán ezek az emberek egyre rosszabbul néztek ki. Gábor elmondta, hogy mi van ezekben a szerekben, és miért nem szabadna ezeket szedni. Valamint Szent János Bogár nézésen is voltam, arról beszélgettünk, hogy néhány ember, amikor önkéntes rendőrködik, azt miért teszi, milyen véna ez, és egyáltalán mivel lehet ezt megmagyarázni. Ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. Az önkéntes rendőrködés, ugye? Hát az egy tipikus magyar vonás. Csabi, hello, jó reggel! Hello, jó reggel! Az nagy kedvenced, erre, az nagyon, erre sokszor rámész. Nálunk is van egy, aki játszol a másik kocsiba, hogyha telefonáló embert lát. Nagyon helyesen. Ja, én? Helyesen teszi mindent. Mi újság, Csabi? Velem is volt egy ilyen benzinkutról, ahogy jövök ki, ki kellene fordulnom a főútra, egy 10 métert kellene megtennem, és visszafordulni egy másik útra, hogy hazamenjek. Én azért kitolatok a benzinkútról, hogy ne zavarjam a főút forgalmát, meg hát amúgy is balesetveszélyes, és hát persze jön az önkéntesen. Hát csak ezt nem hiszem el, Csabi, hogy te is. Te is ebbe a csapatba tartozol. Azt hittem, egy igaz ember vagy. De igaz ember vagyok. És jön az önkéntes rendőr, és azonnal. És hát olyan széles az út, hogy 4 autó férne el egymás mellett, de ő pont ott jön, ahol én tolatok, és mutogatja a táblát, hogy csak egy irányú a forgalom. Őrület. És mondod, hogy tudod? Nem, mondtam, hogy kösz, hogy szólsz, csak nem húztam be a kéziféket, és visszagurultam, bocs. Igen. De nem tudom, fura. Mindegy van. Futottál? Ma nem. Nem? Hétfő, szerda, péntek a futónap, holnap szerintem Szegeden fogok futni egy nagyot. Na, az mert jó. Hogy ott leszünk. Ott leszünk, bizonyám. Amíg ti csináljátok a nagyszerű műsort, addig én futok. Lehet, hogy befutok. Figyelj, utána néztél. Az Erzsébet ligetben lehet futni? Azt nem tudom, hogy lehet-e futni. Délután nagyon nagy tömeg lesz, de délután ott nagyon nagy tömeg lesz, ott ne fuss. Ott sokan lesznek. Hát igen, igen, meg az, amúgy is a testílusod beszaladsz népszerűsködni a kis pandex gatyában. Aj, legutóbb is. Hát ahol sokan vannak, ott megmutatom magam, igen. Nagyon kis sportos kis futó cuccod volt. Jól van, hívjuk a nyertest először. Jó, nagyon-nagyon sok megfejtés jött. Ugye, nyilván mindenki szeretné ott lenni ezen a kis Top Gear Show-n az arénában július 1-én. Mondja a számom, Anna, hogy... Tudod fejbe? Hát ennél? És ez abszolút exkluzív beülni. Szeretném. Az autóba. Én el tudom intézni. De nagy vagy. Yes, veszem. A Ningshow? Az bizony! A Ningshow. Jó reggel! Hello! Ningshow! Nagyon jó, köszönöm! Hello, Melinda! Sziasztok, hát nagyon örülök. El tudom mondani, apukám hogy fog örülni. De helyes vagy, ugye írtad, hogy neki szeretnéd megnyerni. Én nagyon, mert megmondom az őszintét, nálunk ez bonyolult, de egy nagyon fiatal, nagyon jó fej apukám van, és nem tudnám igazán máshogy meghálálni neki, mint ezzel, hogy ő ilyen jó ember. És ő nagy műsorrajongó akkor. Igen, és egészen biztos vagyok benne, hogy most is hallgat titeket, úgyhogy remélem, hogy már velem egy körül. De jó, helyileg hol vagytok, hogy hol hát laktok? Én Pesten vagyok, ő viszont erre utolsófőr, úgyhogy nem tudom, hogy merre jár. Valahol kalandozik. Jó, de szabadát tudja magát tenni július 1-én akkor. Mindenképp meg fogja oldani, úgyhogy azért én kezeskedek. Hát ha igazán menő, akkor nem a Dodge Viperbe száll be, hanem betolat az ifával a csapatba. Bizony, na, így. Na ezt nézd meg, Jeremy. Megérkezik a nyergessel, hogy szépen hátul beáll vele. Igen. Figyelj, ezek páros jegyek még? Ez is páros jegy? Tehát szerintem te el tudsz vele menni, Melinda. Nagyon jó, szuper. Hát akkor megyünk együtt. Igen. Megnézed, hogy az öreget megdolgozzák ott a Top Gear szereplői. Nagyon jó lesz, nagyon köszönöm. 4 másodperc alatt gyorsul állítólag 100-ra, attól függően, hogy ez melyik típus. Én kipróbálnám. Igen, jó kis autó. Melinda, érezzétek jól magatokat. Jó? Nagyon köszönöm, jó, rendben. Adáson kívül mondunk minden részletet. Jó, köszönöm, vissza. Szia, ciao. Hello. Na, újra jó helyre ment. Nagyon jó hely. Nyilván, aki játszott és nem önnyert, nem így gondolja, de hogy igen, ez mindig egy jó helyre ment. Igen, persze, hogy szárad bele a keze annak, aki tárcsázott.
Anna. Igen. Anna. Nem én, nem én. De hát nem tudunk mindenkinek adni sajnos. Jó. Illetve de hogy nem. Egy gyönyörű dalt, aminek a címe Balaton. Lájkoljátok. Hol tart? Most hívjuk a napokatot? Nem, nem, nem. Nyugodtan, nem. Addig megnézzük, hogy Elmi kibit csinál. Elmi kibit csinál most? Hát nagyon kíváncsi lennék rá, hogy ebben a pillanatban mit csinál. Fogalmam nincs. Ugye, hogy nem tudjátok? Elmi kibit csinál. De hülye vagyok. Elmi kibit csinál. Meglepetés. Morning show. Hello. Jó reggelt, nem írtad alá. Jani vagyok. Jani, Jani, hol hallgatsz minket helyileg? Vizslás. Vizslás. Nagyon jó, te vagy a naphallgatója. Jani, egy milfséket írtál nekünk, a séket talán a Gábor említette, igen, ugye, igen, hogy milyen érdemes, vagy mennyire érdemes este egy jó séket elfogyasztani, te azt írtad, egy jó kis milfsék estére, na azt tuti zsír égető. Ezt írtad nekünk, Jani, ezzel te lettél a nap hallgatója, egy nagyon szép ajándékcsomagot adnánk neked, ha elfogadod. Jó? Elfogadom, köszönöm szépen. Mit csinálsz, Jani, dolgozol, vagy otthon vagy? Dolgozom. Mit csinálsz? Kandallóajtókat gyártunk. Kandallóajtókat? Igen. Kandalló ajtó. Szép szakma lehet. Az szép, ah, szép. Ezek ilyen szép beltéri, ilyen épített kandallók? Persze, azoknak az ajtajait. Uh-huh. Nyilván üveggel, ugye, hogy lehessen látni. Van üveggel, van teli ajtós. Persze. De szép is az. Jól van, Jani, jó munkát, küldjük neked az ajándékcsomagot. Köszönöm. Örülsz egy picit? Persze. Ja, jó, 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 jól van. Oké, ciao, hello, hello. Hello. Csabikám, mi a helyzet zenefronton? Remek zenék lesznek? Én már nagyon készülök a holnapra. Szerintem jó idő lesz, sőt biztos, megrendelted a jó időt? Meg. Tegnap még olvastam, hogy kiürült Szeged belváros és Szellemváros lett, mert egy nap alatt annyi csapadék esett le, mint az elmúlt három hónap összesen, valami brutális mennyiség, de ez már szárad, úgyhogy jó idő lesz. Jó idő lesz, épp ezért hozom Kassa Tibi újdonságát, Hello Idegen, mert ugye Tibi is ott lesz velünk holnap. Nem tudom, hogy reggel vendégül látjátok el a stúdióhoz. Szerintem mondtuk, hogy elirányítottuk máshol, mondtuk neki, hogy a Madács térre leszünk. De jön, kijön szerintem, ott lesz. Erről ugye majd az Erzsébet ligetben fog koncertezni, ugye délután 3:30, utána jön a Rúzsa Magdi, a Hooligans és az Ergo, mi meg ugye a Dugonis téren leszünk a műsorokkal. Ott kezdtek ti, aztán jövök. Aha. Én. Speciálbe. Sőt, még aztán a Piros is, speciálba. Speciálba, és igen. A Vastag Csabi és a Vastag Tomi is ott fog fellépni, ahol a műsorok mennek. Mindig együtt mennek, vagy csak a kedvünkért így együtt lejönnek? Én emlékszem rá, hogy tavaly is mondjuk a Csabának volt fellépése, a Tomi elkísérte, mert hogy jó fej, és mondta neki a Csabi, hogy ha már itt vagy, akkor gyere már, hát énekelj velünk, hiszen van közös dalunk is, hát gondolom ezt is elő fogják adni. De jó. Nagyon jó lesz. Akkor találkozunk délután a Vadasparkban? Ja, mindenképpen. Nem. Jó. Igen? Mindenképpen. Ott van Tájlunk. Hát van egy közös csúszdázásatok. Mi ez a Tájlunk? Igen, a napfénystrandon. A nyitott részben. Ja. Oda megyünk. Meg a Jani Vadasparkba. Így van a Tájlunknál. Hópárduca Tájlunk. Képzeljétek, a Szegedi Vadasparkban. A Hópárducán találkozunk akkor? Mert azt mindenki tudja, hol ott van. Ott várjál bennünket, jó? Akkor ott hánykor? Szerintem 4-től már várjál. Jó. Sokáig. Jó, nagy, de egy picit hosszú várakozás. De azért reggel 6-ra menj majd ki a Dugonis. Majd, ahogy hívják, betárazok Zócsemegéből, hogy úgyis vega vagyok. Azt mindenki jól jár. Jól van, drága szegediek, gyertek holnap akkor, jó? Mi ott leszünk, mondjátok. Egy mondatot szeretnék még mondani, hogy a játék is folytatódik ma, kódos lágerek a Klassz FM-en, és a mai fődíjat Samsung Notebook. Érdemes gyűjtögetni a kódokat. Tegnap örültek az elsőtösnek? Szerinted? Mondták, szerintem nem igen. Kell, tartsátok meg, nem kell. Adjátok a Janinak. De ott van még, passzolva. Valami Mónika nyerte. Igen. Vadon. Azért volt olyan nagy az arca tegnap este. Még mindig eljátszod, hogy benevezed a családot játszani? Ez még tolod? Hát, ha nem szúrják ki? Igen, a lánykori neve még nem olyan feltűnő. Azt igen, az még nincs tiltó listán. Jól van, Csabira, kívánság műsorra 555-55-00, ez mind mindig most is a telefonszám, ha szeretnétek tőle dalt kérni, mi pedig holnap jövünk. Jobb Szegeden találkozunk azokkal, akik jönnek. Szevasztok! Sziasztok!